Jóna, pojď. Haló? Jóna, pojď. Stevie! Haló? Halla z Dashu. Milyen meglepő, de pont megtaláltál. Kicsit szótlan vagy. Minden rendben? Én se hallom. Én se hallom, chat. Nem beszél. Várjátok, resizem a voice-ot. De nekem minden jól van beállítva. Tegnap se hallottam amúgy. Haló? 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 Csá. Csá, mi a pálya? Csá, hallasz, baszki? Persze, mi ez a seg színű autó? Faszom tudja, vágod, úgy kaptam. Éppen ja. Azt becseteltem, hogy milyen véletlen, hogy itt összefutunk a város. Ja, amúgy vágod, pont nem is gondoltam volna. Nagyon komoly, nekem is ilyen korzám van. Boltba. De ezt mindenki kap ilyen autót? Vagy mi a fasz? Ja, nem, én vettem, 15 000 volt. Kibi Csabi ízé adta rá a pénzt. Grow Street-es vagyok belül, lehet ez itt a probléma. Ott én vágok egy Grow Street-est. Komolyan? Persze, de tegnap a klipszeséget is megismertük, nem? Tényleg amúgy. Tényleg. Téged utána bevittek a rendőrök? Be. Ja, vágod én be. Uraim. Jó napot. Mert hogy? Ja, kéket gyorsan. Na, tesó, klip. Szevasztok, szevasztok. Csá, csá. Köszönjük, hogy a kékek, gyorsan menjünk. Ja, nem a... Jaj, bocsi. Nem azért, mert volt egy csávó, akivel volt... Nem hiszek el, mert kékek vagyunk. Egyébként... emlékszek rád amúgy, azt hiszem. De vagy a... Egyéb... A Ferrari-s csóka, nem? Nem. Akkor nem vágom. Jó, már akkor szép estét, esók. Kutyuli vagyok. Az Kutyuli. Lehet, hogy nem közül, nem kettőtök közül van az, akivel üzleteltem, de... Egyébként egy olyan kérdésem lenne, hogy fegyvereket tudtok? Vagyis hát sima pisztoly. Szerintem megoldható, igaz? Megkérdezzük már az OG-t, persze. Aha. Félreállok egy pillanat. Jól van. Ajaj. Erre hát nem amit hiszik. Na, Csá. Csá, bajnok. Neked is fogok. Engem is persze. Ja, igen? Igen, egy baszki. Másik városból. Ilyen nagy a nevem? Talán, Lapos köszönöm. Lajos személyes örülv, tesó. Hát a másik városban nem az volt, de üdvözlöm. Jackson. Jó. De simán kutyuli is elég. Na, annyi a lényeg, hogy sima pisztolyt mennyibe tudnátok? De figyelj, én azt mondom, mit szólsz ezzel Lajcsi, hogyha izé levisszük a tesókhoz őket? Jó. Akkor előtte bevásárolunk itt a boltba, azt utána hát, mehetünk, ha úgy van. A két kocsival. Jó, figyelj, hogy nyugodtan megbeszéljük meg ilyenek. Jó, hát akkor bevásárolunk itt a boltba, azt utána mehetünk. Oké. Nyugodtan majd követünk, jó? Jó. Hogy állítok voice range-t? F11, ugye? Azt tesó. Mi legyen, Lajó? Ezek az iziklipszesek vagyunk. Muszáj. Hát nem tudom, vigyük őket a gettóba. Jó. Max... Megöldik őket, vágod, hát csak van ott valaki. Miért jöttünk ide? Kis vizet akartam benni, meg ilyenek. De nem tudok. Van pénzed? Persze. Vágod, ez ismer engem? Lapos Lajosnak ekkora neve van, vágod. Lehet, hogy ezért meghallották, hogy én öltem meg a miniszterelnököt, vágod, azt a befőttös barackot. Obama, vágod. Vágom, hogy a fiarba ne vágnám már. De a fiarba. Na és mi lett a rendőre? Tegnap megint leszopott. Faszki, a makkom kicsit fáj azóta, úgyhogy be akarom perelni majd, úgyhogy meglátogathatjuk, hogyha gondolod. Meg ilyen izé DNS mintát vettek tőlem, hogy igaz-e, meg ilyesmi, de hát elcsaltam. Mi arra lehet DNS mintát venni? Hát valamit csináltak velem, urológiai vizsgálat, meg a seggembe is felnyúltak ember, ezt még az ellenségemnek se kívánom, vágod. Kutyulinek akkor ne nyúljunk fel? Hát mondjuk... Jó, vezess, akkor menjünk. Jó. Ezek elmentek, nem? Ott van, nem ott vannak. De ők azok. Na baszd meg. Van nála fegyver? Nincs, tesó, csak egy... Semmi nincs nálam. Mehetünk, haver? Követünk, igen. Ugye gyertek akkor nyugodtan utánunk. Ne jövesszen kicsit a fényeket. Tavon van, tesók vagytok. Jó van. Hallod, mi lesz, hogy oda visszük őket, ez a tesók lelövik őket, majd kiafasztozunk be? Nagyon jó kérdés, erre még nem igazán gondoltam, Lajcsi. Ó, ez itt sötét. Le kéne őket húzni pénzzel, hogy adják ide előre,
és majd akkor egy 10 perc múlva találkozunk valahol. Jó, de mennyiben, mennyiben mehet a fegyver? Azt hiszem, hát egy sima pisztolyén 10... Á, mi valami nagyon olcsó ér vettük még, mikor a családdal egybe voltunk. Azt hiszem, ilyen 8000 volt darab, vagy 9? Bazd meg. Ó, itt vannak a tesók. Pont jó. Óha. Ó, rebi jó. Te egy ember kibírja 5 napig baja nélkül. Menjünk tovább, mert szerintem ez így nem jó. Látom, baszt. Igen, igen. Urak, csak úgy köszönöm, hogy... Jaj! Jaj! Kibaszott zöld autó. Nem vagyok én ezt hozzászokva. Na mondjad, öreg! Hogy nem balhézni szeretnénk. Ja, hát tudom, tesó, hát... Mi több izé barátságosan hívtunk ide titeket, vágod, nincsen para. Ja, csak hallottam egy kicsi csukdolózást véletlen, mert hát... Az első szélvédőtök ugye bárki van törve, és közel voltunk. Nem arról volt szó, szerintem félreérted a szituációt. Jó, rendben. Jó, nyugi. Oké, fűzott bennetek. Nem mondom, volt üzletem közületek egy emberrel, persze, csak vágom. Hogy szeretném megtartani ezt a jó üzleti kapcsolatot. Persze, az... Szerintem kölcsönös. Nem bírok beszélni. Itt lent a szerintet respektálunk mindenkit. Így van, tesó. Stevie, persze, akkor intézed? Aha, aha, ja. Ja, várjál már, mennyi fegyver is kell pontosan, meg akkor... Hát... Hát egy előbbszeres árban egyezünk, hogy mennyibe kerül. Figyelj, mennyit gondoltatok akkor? Hát ti mondjatok egy árat. Heavy-t tudunk adni, ugye? Heavy! Sima pisztolyt, nem? Hát, sima pisztolyunk. Az érdekelne leginkább. Dehogy nem, hogy ne lenne, van itt bármi, csak szép. Alaposan izé körül kell nézni. Jaj. Arra mondjatok egy árat, mert engem csak az érdekel. Többit legyen. Hát figyelj, legyen 15 ezer. Az sok. Hát annyi én megveszem a... Mivel azért szerintem vagyunk olyan kapcsolatban, mit gondolsz, Lajos? Hát szerintem legyen egy... Próbáljunk meg akkor lealkudni. Majd én alkudok fel egy szívé, legyen 11. Én mondok rá egy erős 10-est, és akkor úgy oké. 10-es, na hát kell gondolnunk, azért nem úgy megy itt a street-en, érted? Olyan kupak tanácsot tartunk, akkor odébb megyünk egy kicsit, aztán megegyezhetünk. De csak egy kell? És mennyi fegyverre lenne szükségetek, ja? Hát, hogyha 10-esbe adjátok, akkor mondjuk egy 5-6 darab fix. Jó, akkor 5-be egyezzünk meg, és akkor legyen 50 ezer. Csoda lesz ez! Jó. Fasza. Erre csörgök itt a tesóknak, mert itt még mi csicska gyerekek vagyunk, vágod, aztán hozzá kell férni valahogy. Nyilván gondoltam. Én is telefonálok, hogy valaki van-e. Nem találkoztunk. Nem ilyen felveszi valaki. Nagyon baj, hogy nem. Szia Louise, szia Cassie amúgy. Cső bulldozer, cső mindenkinek. Az micsoda bími? Mert ilyen nagy a telefon? Baj van. Gyerünk, vegye már föl. Connection failed van. Az gond. Ha jól érzem, nem sikerül elérni őket, így van? Hát én még nem tudtam senkit. Ajaj. Cső Dani amúgy, szia Sometime King, cső. Mindig meleg van amúgy. Pillacukor klippek óta izzadok. Neked, nekem nem sikerül sajna. Nagy a gond, egyelőre nekem se. De már inkább csináljuk azt, hogy... Itt vannak. Ó, bassz meg! Jó napot, uraim. Szevasztok! Szevasztok, tesó! Szevasztok, ez pulyó lehet. Szevasztok, szevasztok. Nem mondnál, hogy nem ismertek meg haver. Lajcsi vagyok, meg izé. Stevie, tudod, csá. Vagyok Kálló, se hallja, tesó. Van itt magasabb rendű úriember? Van. Igen, hívom, Nájkos. Mindjárt intéztük a bizniszt nektek, tesó. Jajjön. Öt fegyót akarnak. Én vagyok a Lamborghini-be. Volt egy srác közületek, régebben bizniszeltem vele fegyvereket, vettem fel. Mm-hmm. Hát továbbra is szeretném megtartani jó üzleti kapcsolatot, ezért érdeklődnék, hogy van-e még sima pisztolyotok eladó esetleg. Mondanál nevet? Hát Kutyuli, úgy ismert egyébként, vagy Jackson. Tuti vágjátok, hát Kutyuli.
DR-ra. Persze, jó, az kutyuli tesó. Van egy jó szívünk akkor. Hát, hogy? Kutyuli LK-hozó közünk. De, ja, ő nem, én vagyok. Ő kutyuli. Ja. De akkor egyébként, hú, várjál, megnézem a telefonot. De szerintem, mert lehet, hogy van írva. Engem, akivel kiírzek, kutyuli, ez már nincs közünk. De valami megafonban beszélsz, öreg? Nem. Csak szalik, ahol mikor fejembe hangszálak. Az a baj, úgy volt beírva, hogy kék csávó, esetleg egy telefonszámot tudok mondani. Na, mondjuk. Pillanat. Ó. Ne, én megtök, van telefonokat. Persze, haver. Persze, öreg, mindenre készen állunk. Valaki ad egy baseballs. Ja, mi lett a hangod, Zalajcs? Ja, persze mindenre készen most. Megadni? Mondják, hogy igazi tesszük akarok lenni, ezt próbálok. Nem tudom megnézni, az a gáz. Én ezt kell. Mi a szám? Hallottas félre, hogy baseballsztat. Részesedésről beszélgetni kell egy kicsit, azért érted. Most hogy is elfogadok, hogy nem. Megnézni, az a baj. Hát, ja. Az sincs. De megcsörgetem. Itt szólsz egy varázsgombához, tesó. 49, 8, 9, 7. Jó, ezt küldjük ki, ez már nincs köztünk. Úgyhogy... 187. Na figyelj, kagunk egy számuk, hogyha főnök visszajön. Egy nap kagunk, valaki adja meg a számuk, ki inkézi a jeszk. Mi? Én megadom. Biztos? Kék hajag meg. Mondhatja, uram. 560. Na, gyöcsön be. 560-5227. Hallod, Sti? 560-5000. Gyere már egy kicsit külön. Na, gyerünk. 560-5227. 560-5227. Hallod, most mi a fasz lesz? Én nem tudom. Hát elkerüljük a pénzünket a kék arcoktól, értett a sok. Nem is azok vagyunk. Tény, nem baj az. Azután le kéne menni majd a vagaszhoz. Megölni őket? Nem. Ha nem? Hát mindjárt mondom, tesó. Elárulni a kékeket? Persze. Mint a szar. Egyen nagy izé. Amszerek vagyunk. Aha. Nehogy ők is hallják, mint kutyuli. Azt is elmondom. Hol kik is az ő hangő. Meg megyünk a izé pirosakhoz, haver. Amúgy nekik nem tűnik fel, hogy nem vagyunk velük. Amit így őszintén, tehát őket nem zari, itt vagyunk. Nem tudom melyik volt, de itt nekem is mínusz, meg ahogy hívjátnak is, Bacsónak is. Tesó, itt tegnap az Úcsival gengek. Ja, Lajos, meg Stevie. Kalandozások voltak. Ahol kívánunk a legvége valakinek. Kizé respektáltuk magunkat az OG-nál, azt mondta, hogy nyugodtan bejöttünk a streetre bandázgatni, meg ilyenek. Vágó Pista? Aha. És magát? Most hívhatjuk? Lajos vagyok. Lapos Lajos. Szevasz Lalika! Szevasz öcsém. Mi a pálya? Most meg leszólítottak minket, hogy szevasztok meg minden, és akkor mondom, intézünk nektek egy kis bizniszt, tudod? Így a bizalom jelképér. Vágod, hogy megy ez itt a streeten? Na jó, van. Kik a faszom? Hogy is hívják a piros hajuk? Ez Stevie vagyok, haver. Na. Akkor KG lesz a bangába. Hallod, kék haj? Na! Mondj ez. Az original. Ezek kik a faszom? Most mondtuk el bazeg süket, vagy tesó? De ezeket te vetted? Vagy. Gyere kicsit velem, gyere, maszkos, gyere velem. Hát de Migri most mondtuk itt a szövegeket lazába, faszába, érted? Na jó, van. Jobbjában valami lett. Kék, ha jó a neved, de ez elég menő név, paszki. Há, hogy ne. Rapper, amúgy mind a kettő rapperek, hogy Stevie-vel. Kicsit ilyen izé, ja, vágod, előadásokat szoktunk tartani. Akkor valamit jobbjatok már. Jó! És akkor Lajcsi a színpadon kezeket fel! Stevie is itt van, yeah! És akkor mindenki egyszerre! Krips, tesó! Krips, tesó! Krips, tesó! Ez most még ez így folyamatban van, még írjuk a szövegeddel, készülünk nektek egy nótával. Ágod. Hát ez most full impro volt, de hát mindenre jók vagyunk.
Kis drebó tesszére. Szóval azért visz... Skivi a másik, meg Lali. Jó. Így van. Valaki ad pénzt, mert elvették. A majagok, majukalok. Hogy hívják? Én G vagyok, kedves másik G bohákon. Azt már fölmegytök véve itt a fejetekbe? Itt az F2-s bácsinál? Miről beszélsz, öreg? Kicsoda? Nyomd meg a fejedbe az F2-k is, ott lát, hogy föl vagy-e véve. Ja nem. Ja azt nem csinálta meg, azt mondta csak, hogy csak egy járjunk mellettek meg ilyenek. Én is még csak életművész vagyok, testvérrel. Neked mi a neved? Az a helyzet vége. Arbadó a kebény. Na, álmodok meg legjobb hangszálgat, itt ne kiabász. És nagyon fáj fülemmel. Bocsánat. Elég, hogy nekem szól. Ismeritek... Mi a baj? Bazelinos Károlyt. Zsuda. Bazelinos Károly, így mutatkozott be nekem. Testvérbátyám a gyerek. Tényleg? Mondjad? Ha. Az igen, kicsi a világ, akkor basz. Vazelinos Károly? Nagy. Igen? Mi van Vazelinos Károlyal, Szivi? Semmi, hát azt mondja, hogy a tesója. Ja, basz, hát mindenki a tesó. Vagyunk. Egy alumbó. Armando, miért vagy ilyen kemény? Hát, egy alumbó lentemet. Armando nem kemény. De akkor gyere boxoljuk. Bocs, hogy nem téged akart. Jön, Armando! Üssed Armando, tesóm, nagyon kemény vagy. Gyere, na most velem, hát. Na jó van, húzzunk a faszba, Lajcsi. Ja, persze, beszéljünk a menő zöld autónkba. Aha. Oké. Na jó van, arcok, lépjünk majd még jövő később. Kijöttem utcára, de a többit váltsuk. Lekek, jegyezekek? Kágyíkok! Energy, köszi ti és Armanigat, köszi szépen! Jó, az egyik kocsijukat bazd. Vágod a rap, az nagyon komoly volt. Szerintem azzal levetjük őket a lábukról. Mosolygó arc. A kopanya, köszi ti és 13-igat. Ez most a legkeményebb küldetésünk lesz, Lajcsos. Vágod elárulni a Crips? Hát egy részsel is elárulunk őket a faszba, persze meg ellopjuk most a kocsijukat valahogy. Hát te vagy én? Hát mindketten. Én olyan vagyok, mint egy kaméla onnan, amúgy csak mondom. Meg kéne őket figyelni amúgy, tesó, mert... Az a sötét kék verd, az nagyon kemény lenne a seggünk alá. Szerinted az nyitva van? Valami fekete kocsi jött oda, hallod? Nem lehet, hogy ízni a fegyvereket oszták? Ja, de... Az a baj, hogy ott kengelnek a kocsinál, tesó. Mondom, a tag... jött még egy. Van a taktikán, oda kell futni. Igen? Mondani, hogy izé, láttál itt egy vagaszost, én meg addig ellopom a kocsit. Jó. Szólj, hogyha készen állsz rá. Mehetünk, hát közösen futunk oda. Itt bujkálnak a vagaszosok erre. Most vettük észre őket. Baszki, futás! Úristen ember! Hallott, tesó! Mentünk egy sarokkal, legalább 6-7 izé, sárga arci, izé. Jönnek? Jaj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 
bifsicsed. Megvárad, nincsen semmi, baszki. Kakkok, bazenek, sárgány. Nekem még a zsebem sem nyír meg. Mindenki hákul, azonnal mindenki hákul. Elnézek még oda kocsival egy kör gyorsan. Hova hát? Hát, hogy ott van nekem még. Óvatosan, remélem nem lőnek le. Meghaltam, szeretelek titeket, testvéreim! Szász. God. Ez könnyű volt. Jó, ha húzzunk a picsába. Így most már hivatalosan is kriptesek vagyunk. Jajajaj, amúgy tényleg? Aj, bazd meg. Most menjünk be... Bepattantál, azt jöttél? Azt mondtam, hogy izé, megyek megnéz, ott vannak-e még. Nem semmi. Hello! Szevasz! Hoppa, az nem volt beszédes, kedvére. Hát tényleg nem. Ez tényleg arra megy. Most izé köpjükbe a vagasztosokat? Ha? Ja. De kinek? Milyen bandák lehetnek? A vagasztosok nagyon csicskák, emlékszem, amikor még a családdal nyomultunk, akkor izé... Michelangelo vágod, ott ilyen halt, gyakorlatilag ott mellettem, azt oda mentek kipakolni.
Köcsögök amúgy velem is kibasszak. Ki kellene baszni velük valahogy? Akkor melyikább a kékeknek segítsünk, érted? Akkor mondjuk azt, hogy eláruljuk őket, de mégse, és eláruljuk a sárgákat. Jó. Ez jó. Okay. Ez nagyon jó lesz. És hogy? Gyerünk. Hát Tavrex! Nem tudom, ez jó, megy nekünk mindenkinek. Is, nem? Jó. Itt vannak? Nagyon kihaltnak tűnik. Hopp, itt van valaki. Szevasz! Hola amigo! Ezt kap be akkor, baszki! Hát ez gond. Lajcsa, hát ő nem túl beszéles. Nem. Fejte meg a gyász. Többi bandába, vagy várjál csak, előbb itt volt ott fönte valami lövöldözés, lehet, hogy arra lesznek még a mexikóiak. Ja, amikor átmentél rajtuk tényleg. Igen. Vagy a strip klubnál lehet az is. Vagy ott is, ott még talán ott még nagyon szép, frissebb kusik is lehetnek, mint például pillecukor. Ha úgy tudom, ne mondjél neked, légy szíves. És mi van, hogyha meglátják az autónkra, szétrőleg még a faszomba. Egyetlen megbasznám, ember. Hú, te is? Hihetetlen. Közösen? Én benne vagyok amúgy, megkérdezzük tőle. Aha, felhívod? Basszik, de eltűntek a számok a telefonom. Az a övé, nekem sincs meg. Hogy de nem, nekem is eltűntek, az üzeneteim is, vágod? Kádogi, Csefapoleon. Hát itt vágod, senki nincs. Na, de... Ne már! Kurva nagy gond. Izé, tweeteljünk neki egyet. Tényleg, ember, ez... Nagyon jó ötlet, jó. Nyomod vagy nyomja? Húzoljunk be, persze. Baszki, én meg twitteltem egyet. Na várj, ezért lefotózom. Kommentbe oda tudod rakni? Persze, oda rakna utána. Szia, pillecukor. A szívet kuglófjának egyetlen masolája ismét a városon. Lajcsó, árunk téged egy meghitt éjszakára. Keres minket! Jó, megvan. Remélem látni fogja, baszki. Hát oda rakta a képet is. Jó, ki mondaná erre nemet? Á? Ez nyert ügyünk van. Azzal nem tudjuk a számát, mondjuk szerintem nem nehéz szerezni. Menjünk be valahol, azt kérdezzünk meg valakit. Úgyis mindenki tudja szerintem. De azért lájkoltam a saját izémet. Vágod, az buzis. Ja, olyan, mint a leszopnám magam, de legalább egyel több lesz rajta. Állítsuk meg valakit, ezt kérdezzük meg, mi a pillanatszokkal telefonszáma. Úgy tuti ismerik. Ez egy jó ötlet. Van baj ezért itt az FPS-en, na majd őt! Vagy valami. Ő biztos ismeri ilyen autóval, hogy ne ismerni. Hello! Egy kérdés! Hello. Nincs meg pillanatszokkal telefonszáma véletlenül? Nekem nincsen. Na baszki! Valakit, akinek meg lehet esetleg? Hát, fogalmam sincs. Jól van. Kerestem, hogy nem tudom. Valamelyre ott a városon kívül. Városon? Biztos? Hát, ahhoz van. Hát jó, elég tág fogalom. Ez tényleg eléggé. Hát ő is elég tág szerintem. Fú, tesó, az biztos. Nem ezzel a probléma, hogyha tág vagyok. Mert mi nem maga? Nem maga a tág. Én cukor. Azt nem tudjuk, hogy maga a tág. Nem vagyunk buzik. Uram! Fogja vissza magát? Mocskos. Az meg, ez beteg. Mocskos. Még ki is szállt, vágod? Következő mondod az lett volna, hogy tegyük be. Nem kurtok meg, fiúk, vagy valami. Ez ember. Keresünk-e még valakit? Nem működött. A publika biztos tudják, ott mindent meg lehet szerezni szerintem. Azt akartam kérdezni, hogy bemerjünk már részkedni oda? Persze, klipszesek vagyunk. Nincs megállás. Itt is senki, most kap majd? Senki. De ott van, vannak. Hoppá. Az egy csaj. Lehet, hogy pillecukor van ott? Azt ki lehet. Gyors, menjünk. Ezt nem tudjuk bezárni, mi? Hát, ezt nem hiszem. Az gond. Jó napot kívánok! Jó napot! Azt gond. Ő nem beszédes. Ő egy anonim. Így van. Hoppá. Na várjál, csak csajozósba vágom magam. Szerbusztok, lányok! Üdvözlet a hölgyeknek! Sziasztok! Mindenki afkal a publikba, a kurva élet! Hello, hölgyem!
Hello, hello. Hogy van ezen a csodás szép napon? Remekül, köszönöm. Hát én köszönöm, hogy ön létezik. Hogy a világon van. Nem ismeri esetleg Pille cukrot? Nem. Ezt hallottátok? Jól van, hölgyem? Igen, igen, jól vagyok, köszönöm. Ebben furcsa hangot hallottam. Igen, én is. Minden rendben, akkor ezek szerint? Igen. Jól van, hölgyem, akkor szerintem nem zavarunk. Ez nem akarok itt bármibe beleavatkozni. Uram! Tuti fel volt dugva ilyen anál intruder 2000. Uram, érdés. Igen. Nincs meg esetleg pillecukor telefonszáma önnek? Nem. Baszki, senkinek nincs meg? Nem, ez nem lehet igaz. Baszki, nekem írt pillecukor twittet? Na! Ó, Mászó, találkozzunk valahol, ha már ennyire szerelmes vagy. Ó! Írunk neki kommentet, hogy akkor találkozunk mondjuk a gáton. Jó. Én küldtem neki. Jó, menjünk. Jött, ellopják a kocsink. Kifinomoltan kell megfogalmaznunk. Üldöznek minket? Lehet. Ne baszki. Hát akkor én is tartok rád fegyvert, mit szólsz? Én meg az újabbat, baszki. Most akkor mi van? Hallod, ne basszál már ki velünk, megyünk csajozni, tesó. Ja, majd találkozunk később. Majd utána, ne jelentek. Jó, akkor szevasz. Most mi a fasz van? Szálljad, oké. Okay. Jó? Elvettek. Hát nem azt mondtam. Nagyon fura volt, tesó. Ő nem azt mondta, hogy az előbb megkérdezték, miért baj. Hát gúri ember, baszki. Igen, mondjuk valahogy nem tudtam lelőni, mert ilyeski a fejére céloztam, lehet, hogy kiértem a formából. Hogy nem kaptak egyszer, tesó? Elpontod mozgat. Mondta, hogy izé elmennek. Direkt lőttem mellé, egyértelmű, direkt lőttem mellé. Lehet, hogy fogják megutálni, nem? Ja, amúgy nem is a gátra visz a GPS. Ja, az baj. Igen, azt hittem visszalő, hogy őszinte legyek. Én is. Kicsit én aggódtam is, mert nincs nálam fegyver. Kicsit aggódtam is, mert nem telt olyat golyóból. Én csak meg akartam ijeszteni természetesen. Erről eszembe jut egy nóta. Igen? Milyen aha. Nóta? Ez TBG, nem tudok jól lőni. Hú, ez jó. Sosem fognak győzni. Itt a végad, feled! Így erre gondolsz? De az. Igen. Húha! Elég komoly utak vannak. Emlékszel, tegnap itt beszéltünk az ilyen problémákra a szemeddel, most így nekem is van. Ugye, szokottam úgy, igen. Tegnap nem volt. Ott autókereskedés. Itt van már vajon? Szerintem pont ő jött mögöttünk, nem? Igen. Lehet. Ott jön valaki. Elrakom a pisztolyt. Baszki. Ú, milyen kocsia van. Ellopjuk azt is? Valaki? Ó, JJ! Csá, tesó! Csá, tesó, azt akarom kérdezni, nincs eladó... Mi az várja? Öt eladó fegyverünk kutyulinak? Hát nem hiszem, eltűnt a családi ház. Itt a linkeltem a izébe mellette, kirúgtak a házból. Jó, passzi, tényleg? Téged is? Fuss fel ide a gárhoz, itt vagyunk a közelbe. Mondjad neki, tesó, nagyon kripszesek vagyunk. De várj, öltözbe, kripszesbe, mert kripsz tettünk, vágod? Akkor itt dolog. Csá. Pillecukor most írt, vittet, hogy 3 perc és itt van. Akkor az nem ő volt. Úha. Az mondjuk gond. Meg egy JJ írt izé. JJ, Lajos, Steven, hol vagytok? Még a háznál van. Hadd már sívott engem amúgy. Tazdom iszi a marcus ső. Ez a vékony hang volt? Nem lehetett a vékony hang, nem? Ső karta, mi a helyzet? Ez a hang volt, ez nem a vékony hang. Max az én hangom, ez nem a vékony hang. Tényleg? Az gond. Nem ez volt? Hallod, tesó, most mi a hangom van? Hát, tesó, olyan, mint egy 6 évesnek, vágod? Azt gond,
Vágod, valami nem jó, akkor itt a rapper hangomban. Te eddig abban a flashben voltál, hogy ez a fullos autotune? Ja! Vágod, végig azt hittem. Én kicsit furcsátom, de azt hittem, hogy ez normális. Vágod, én végig azt hittem, hogy az autotune talom. Mert ott őszintén szólva, ott a klipszeseknél kicsit furcsa volt így a produkciónk, de amúgy... Bazzik, most isik le! Azt hittem, hogy a klipszé vágod autotune talok. De hát végig a kisgyerek volt. Az gond. Ez a kisgyerek. Hát, mert ez űrlény flash nagyon. Nem is lehet hallani, mit mondasz. Most te show, mint izé, Darth Vader, aki megevett egy... hát fasz se tudja mit. Lajsi! Én haltam faszomba! Kicsi! Úr meg, hát kit hagysz pénzcukorral, ember? Kicsi! Könnyenek a lehetést, mert fú! A kurva élet! Nézzeket! Azt meg! Hello! Hali! Pontot raktam az ügyünk végére. Azt kell mondani, hogy megölt engem, igen! Nem észároltam Lajost, mert a szerelmünk úgy gondolom, hogy erősebb. Életcukor. Hát te múltkor még elküldtél, tehát hogy... Elküldtelek, mert nem voltam tisztában az érzéseimmel, de nézd meg, mit tettem Lajossal, érted? Még nincs rajtad, gatya! Jaj! Ez sok kecsi, nagyon jó. Így vártalak téged, meglepi. Nagyon szexi, nagyon jó, főleg az az okni papucs, esküszöm, mindjárt rákerjedek. El kéne vinni akkor a kórházba? Hát igen, akkor el. Az gond. És hogy veszem én fel ezt a jó embert? Hát így nagyon erősen gondolsz így, hogy a kezeid így cipelni kezdjék, ért. Hogy így... Ilyen percipellel így jó erős. Jól felnyúltam az öreg Lajcsinak, szereti? Nagyon. Akkor kórháznál, Tali? Igen. Okay. Gyere, Lajcsi, megmentem az életed. Meg majd itt tetőablakon. Majd beszélni később, mert... Kinézek a tetőablakon. Igen, ez már luxus konkrétan. Éjjel-nappal. Ó, hát tiszta cukik. Meg akarjuk nézni majd a produkciódat a striptease bárban. Jól van. Na, kórháznál, Tali. Hogy mozgok, miközben iszé tekeri a kormányt? Kecsi. Na, Lajcsi. Az igen. Most menjünk a semminek? Haló? Ajaj. Mi történt? Valami baj van, és nem látom, mi az. Ajaj. Ajaj, itt maradtam! Ez gond! Ó! Oh. Itt van egy halott kék a földön. Az meg is elkap egy bohóc! Van egy halott... Ne! El fog vinni a... Kilútol a bohóc! Ne! Nézd meg. Ki fog lútolni? Lehajolok a kedves úrhoz, banyogom a zsebemet. Tedd el a fegyvert addig. Ja, igaz. Kilútolnak! Szóval, lehajolok az úrhoz, szépen megyolok a zsebeibe, elkezdem tapogatni, kezdem az urat, és valami nem tudom átkutatni. Nem vagyok itt! Akkor felveszem a vállamra az urat, így próbálom meg, így benyúlok a zsebeibe. Aha, és itt a övére akasztva, itt a mackónak az övére akasztva, találok nála egy pisztolyt, azt átakasztom az én övemre, találok itt egy dobozkában a far zsebében a 49-50 millist. Visszajöttek! Az én doboz... Szeva bóc, tesó! Szevasztok! Itt hagytam a izé, kis haveromat, mert itt megrottyant, vágod, ő gutát kapott, vagy nem tudom, aztán... Beraktam én a kocsiba, de valahogy kicsit a félvédőt, ja, nem tudom, mi történt. Persze. Király, kösz. De még amúgy nyugodtan csinálhatsz vele akármit, amit szeretnél. Ne, vigyétek, persze, vigyétek, csak kikutattam már, hogyha arra jár. Mondjuk igaz? Persze, ha már erre járok. Segítsek amúgy?
Geci. Oh. Nem kell, megoldom. Erre tudnám menni, hölgyem, légy szó. Hogy mit pakoltál a tesomtól, most jut eszembe? Micsoda? Mit pakolták ki a tesomtól, jaj. Elpisztolyt találtam csak nála. Ja, és nem akarod visszaadni? Á, nem. Csóró gyerekek vagyunk, basza. Hát nem is az a baj. Azért belelököm a szakadékba, bazd meg. Letelik az idő, akkor mi lesz? Hát akkor újra tudok életni. Le tudok spawnolni. Egyre egyszerűbb. Bocs, haver, bocs, bocs, bocs. Semmi baj, menjél nyugodtan. Menjetek csak nyugodtan, úriember vagyok. Viszlek, Lajos! Na várjál, hogy is kell ezt csinálni? Van mindig itt egy orvos, itt is van, aha. Nincs sem $500, mert azt ilyen azt nem vett el amúgy, csak nincs sem $500. És akkor átadlak neki, tesó. Hát nincs pénzem. Tiszteletem. Tiszteletem? Az gond. Na várjál, nem tudom, mennyi csak pénzem van. Segítetek, hogy, hogy kell rakni, segítsé. Megleszek, csak egy kis állapészt adok a doktornak, ha érti, mire gondolok. Értem én, mire gondolok. Csak nyugodtan, uram. Hopp, na most lesz jó. Na, sikerült? Igen, igen, csak egy kis pénzt adtam a zsebébe. Hoppá! Aj, remélem megmondtad. Hogy visztek? Elvisztek! Hogy visz? Mi a fasz? Ez így néz ki. Jól ki van gyúrva, baszd meg! Ide hozzák, ide. Én még nem bírom mozgatni ilyen a képet. Ez baj! De szeretik egymást. Antik, most kajak, ide bújtál egy izé? Van egy kis baj. Várjál, nem bírok mozogni, chat. Nem csinálok semmit. Fotót készítek anyámnak az időről, mindjárt jövök pillanat. Mi történt fenn? Bebugoltam? Persze fotózgatnak, de senki nem segít. Kurva élet. Közben itt elúszámot cserélni? Ha már adom is. Most mi történik? Ez normális chat? Szóval mondhatom. Mondhatod. 99. Ha jó lesz, ja jó, akkor várom. 9. 798. Nem értek, ilyenkor animáció lenne? Na most az nincs. Még az gond. Kicsit hideg ez a rövid gatyához, uram. Hát elég rám nézni, és akkor már is megválaszolja a kérdést. De eléggé hideg van. Most várunk. Mindenképpen. Csak a fel. Szabasztok, Krips! Hello! A Krips for life, tesó, szabasztok! Ó, baszki, mi történt? Ó, vágod izé! Ó, mi történt? Nem vágok róluk semmi. Na hát akkor most látod. Vágod, elég fura flashbackjeim voltak, vágod, tesó. Érzesek vagytok, azért. El is hiszem, itt a démon hangon beszéltél hozzám, öreg, aztán meg valaki a gatyámban nyúlkád, vágod, rámarkolt a faszomra, és még nem is pillancugor volt az. Nem ő volt. Nem én voltam, Józsi bácsi volt. Valami vagy pedig a Pali, aki mellé fekült. De tényleg, valami izé pisztolyt tartottak a fejembe egy másik autóból 50 méterre, azt mondta, hogy álljak meg, itt várnak, minket beszélni akarnak velük. Na jó, hát beszéljünk velük, meg a Krips tesó. Őr, nem félünk. Jó, nem, persze, megfélemlítjük őket, mi vagyunk a legnagyobb arcok. Legyen így. Baj van, akkor mondjuk... Nem a pénzért beszélünk vele. Csícsi! Várja, hol kell menni, jó, most baszki. Vágom. Itt erre visszafele kell amúgy. Ja, kicsit meg vagyok zavarodva. Rég voltam már ilyen gettós, vágod? Na vágom én is. Nem gettósan keltem fel, vágod, de most... Én meg fehér vagyok, mint a fal. Nem baj. Elmentek? Úgy tényleg faszik, de ó, fehér vagy ember. Jó az így. Így a jó. Vágod, az autotúnom nem jön. Nem a hármas az autotún? Hát... De. És hogy vannak itt azok a csúszkák, hogy vannak neked becsúsztatva? Nekem a bal oldali van csak beállítva, vágod? A jobb felső... Reverb? A jobb felső az teljesen nullán van. Az meg neked szerintem fel van véve. Tábbi szemben elvitték a gettós kocsit. Hallod, mi megloptunk egy Krips-es ettes. Ja, hallod, mi is loptunk, csak elvitték már a másodikat. Most hol vannak ezek a rossz fiúk? Lopjunk egy másikat, nem tudom, itt hagytak minket. Szerintem elmentek meg untani. Kik voltak, te nem vágod pillacokat? Nem, fogalmam sincs őszintén. Most se tudom, pedig hogy köptet, hogy ismersz a városba. De hogy is? Annyi embert nem ismerek, főle mióta új telószámom lett. Mindenkinek új lett, nekem az összes telefonszám eltűnt a telefonszám. Ja, nekem is, meg is, az SMS-eim is. Hogy ki vagy.
Ja, hát sok ember így jár. De nem baj, a Twitteren mindig meg lehet találni, látod? Na, hát és akkor most egy autónk van és öten vagyunk? Ja, nekem is van egy autó. De akkor megoldjuk, szerintem felveszem a csajomat a hátamra, aztán mehetünk. Jó. És mi lesz, el akarjátok kapni a csajt? Mit kukázol? Ki? Hallod, tesó? Ez a mi kukánk, bazd? Mit csinálsz a kukánynál, mi van? Ez itt a Clips kukány, nem látod, hogy kék? De az ődet kukáztam. Jól van, hát ez meg szintévesztő vagyok, szerinted érdekel, menjél innen! Jó van, akkor csináljad. Intéztük a csöveseket, éleszük a pillanat. Nem tudok beszélni a kurva életben. És megnézem már, mi van itt, ha úgy van, tudod. Eszed. Nincs sem veszélye, semmi szégyelni való. Itt is van még kettő, azt is megnézem. Egy kopos szíj, na már megérte. Ezzel remélem, le tudlak nyűgözni. Csá. Szép napot. Szép napot. Pillanat, már nem hallom az urakat. Nem a tág csávó? Stevie. Majd nézem csak meg jobban. Ezt hittem nem, ő olyan öltönyös volt. Nem, tágnak tűnik amúgy. Milyen jó az a kocsi? Uram, maga tág. Micsoda? Maga tág. Mert? Ja, csak kérdezem. Na. Akkor jó. Ismerünk egy tágorat, elég agresszív. Jaj, attól függ. Hát Lajos most ráér szerintem. Jaja. Bevettem egy Viagrát már. Nem, Lajos, de már dolga tartogatja. Hát úgy tűnik nem él az ajánlattal. Ó, vagy lehet? Igazából pillanatokkor rövid leszek, tömör és egyenes. Igen. Lajcsival gondolkoztunk azon. Ú, ezt hogy is mondjam, baszki, lehet, hogy neked kéne mondani, Lajcsi. Hát... Várjál. Most ezt úgy kell kifejezni, hogy úriember, én meg nem tudok úgy, az a te részed. Ti, jó, akkor mint úriember, itt kicsit szétkennénk a szádat. Milyen értelemben? Hát... Tudod, itt amit a nagyfiúk szoktak csinálni a nagylányokkal. Igen. Csak szerintem egy kicsit fincs, nem azért. Ki a fasz vagy amúgy egyáltalán? Ki mondta, hogy itt lett? Ja, bazeg! Hogy a cringe. Hát, és ki nem? Én! Na most mi van? Igazán nem kalandozok, nem kalandozom. Én a szőke herceget keresem őszintén, és nem kalandozhatom. Hát, figyelj, a szőke, hogyha pirosat meg a kéket összekeverjük, abban milyen szín lesz, Lajcs, nem? Hát, akkor veszel neki olyan. Az egy lila. Hoppa, azzeg, az nem jó. Ám most lila herceg nem lesz, olyan is szerint jó. Lila herceg, nem szó szerint a szőke herceg, csak hogy én nem... Ilyen kalandos utakon járok. Én nem tudom, mi számít modornak, én az utcán nőttem fel, baszki. Hát a közel-keleten is csinálják azt, hogy neked. Egy nőtől férfihez házasodik. Ezt most is megcsináljuk. Hogy micsoda? Hát a házasságot kötetünk, egy triplát. Oké, nem tudom. Most akkor igen, mondasz. Azt hiszem, igen, nem tudom. Nem vagyok semmi jónak elrontója. Így is van, én is ennek a híve vagyok, egyszer élünk. Láttam, az éppen is a gatyádat a comboron hordod. Láttad, hogy lehet itt csajozni? Ja. Féltéken lett az úriember egy kicsit. Nem, én nem, csak ugyan is eltartam. Ja, menjék el hozzá nekem papruát addig, ameddig ráérünk. Micsoda? Ja, menj el, te leszel a kis illas, aki hozza a gyűrűt neki. Jött. Jaj, és mit tudod szépen? Már kilóra meg. Ja. Ellopja az autónk! A kurva száját! Hallottam, hogy izé... Valószínűleg vágod, beült, ezt vágod itt, adom cső! Ez uram, ez maga hibája. Maga hibája. Nem viccelődünk, baszki. Tudja ő, hogy gondoljuk? Persze, persze. Csak kicsit zavarba jöttem. Nem kell menni. Találok, én közel is. Elég csak magában nézi, nem? Nem. Csak nézünk körbe. Ezen sokat gondolkodott? Nem. Nem? Ez csak reflex. Sávúj. Olyan szar volt, nem is figyeltem. Hát csak minden illetve. Na. Eltöröm a gerincet. Fox járt a pillecukor kegyeiért. Ez nagyon fájt. Az igen. De én nem is ismerem az úriembert. Én bármikor harcolok érted, csak mondom.
Akkor mutasd meg, ki az alfa hím. Hát nagyon észrevettem, szétválna kutyaink, stb. Aztán meg elbassz egy kibaszott kort. Ó, visszahozta. Tényleg így. Ó. Bocsánat. Ó. Neked van ilyened? Ja. Ezt egy kis mondattat volna hamarra. Most mi ahhoz kezdtem el írni? Te vagy a hőség. Vágod, számolod, hogy hány ember töltél meg, tudod, 25 a mai nap. Jegyzetelni kell, hát így van ez. Legalább ja, visszahozták a kocsit. Ja, ő volt. És 30 perc és akkor kezdődik itt a show? Hát elméletileg igen. Milyen show? Gyakorlatilag a főnök hát asszonyom úgy. Hát ez kibizbárban lesz komoly show. Hát. Csőki! Na bazd meg ő is! Istenem. Mert akkor csak meg meglátogatunk majd később is, hogyha úgy van. Jól van, jól. Csak jeleztük, hogy itt vagyunk aztán. Te már tudod a telószámomat, azt akkor kerestek, amikor akartok. Jó, jó. Meg azt Steve, még én sem tudom a te telószámod. Mi a telószámod? Ez amúgy, az tényleg, azt menj már, meg küldj már egy üzenetet. Jó, mondjad. 99. Igen? 39. 798. Írok, várjál. Húz, gecit, el kéne kapni amúgy. Ilyen izé. Számok megmaradtak. Rohadjon meg. Ha úgy ez milyen dolog már? Találok egy fizét, érted? Nem tudom, mit írjak, pont. Ki az a sok embert? Ember itt amúgy? Hát én nem is értem, nem is értem. Mire érjünk rá? Nem tudom, fogalmam sincs. Én oda be akarok menni. Ja? Ilyen nagy bulákat, ahogy forognak a rudon, meg ilyenek, érted? Aztán pénzt? Hogy ne, tudok utálni, az beengedlek. Ja. Mondj egy számoszámot. Vágod 3.25. Hozzá jöttél a cipőmhöz. Ja, akkor jó, hát a nálad nincs akkor. Itt van. Jó, ott meg. Elutaltad? Aha. 3.25, ugye? Ja, ó, megjött, fasza vagy. Ja, amúgy vágani nem itt dolgozok. Rágom. Én viszont igen, szóval... 1.05 neki is. 1.05 neki is? Így van, és akkor bemész. Van pénzem, neki többet adok lehet. Csak akkor hát baszd meg, már jöttem ide nagy pénzekkel. Lajos, adnál meg a telószámot. Isten, nem is gondoltam volna, hogy neked van ilyen hülye hangod. Adom várja. Kicsit el kell csinálni. Ne üvöltse be a kurva életbe! 953. Ő téged ismernek, tesót, az a telepi cigány 70... gyerek vagy. Az vagyok. 65. Tesó ember. Milyen kerek a fejed. Amúgy tényleg eléggé. Mi volt? Egy foci labda. Hát várjál. Nem értek. A 953 70 65 65. Vagy mi is a neved? Valami izé van, vagy kretén, mi volt? Szólítsatok csak Gino tesónak, Gino, vágod. Szevasz Gino, amúgy rég láttalak, megyem a faszodat, minden. Hallod, képzeld el, leszámoltak velünk, felszámolták a családot, úgyhogy... Jaj, úgyhogy most már kripsz vagyunk. A dolgot, úgyhogy már kripszesek lettünk, ja. Mondjuk a fegyvereink is bennmaradtak, meg minden. Engem most raboltak ki, meg elvittek egy boldoglásra. Meg kéne keresni, rá kéne jönni, kik azok az izék, az a bohóc. Azt a bohócot azt el kell kapni, baszki, azt. De jó, de mi, miket, hogy lehet megtudni, hát kik azok? Igen, igazából bohócmaszk volt, vele volt egy csaj, meg egy ilyen izé. Milyen aut, milyen színű az a, ezüst színű? Milyen ezüstös ki? Króm. Króm ezüst? Ja. Ilyen króm ezüst autókkal. Azok ilyen meg csicskák. Igen. Na, igen, kik? Ott találjuk meg őket. Az jó kérdés. Azok meg vannak kell. Azt hiszem arra fele. Arra az olajfúrók utak fele, olaj. Meg milyen rák. Igen? Tudjátok, az már van? Nem. Ja, ott a kripszes izéte sok mellett, nem? Olajföldek, vagy még tudod. Nekem aztán mondhatjátok. Nem tudom, jó, menjünk el az olajföldekre? Ott alatta vannak ilyen nagy gyárak, meg ilyenek. Azt a között szoktam bujkálni, ott azt hiszem azok ők. Ó, vágom, mire gondolsz, tudod, ott voltunk nemrég amúgy. Az, ahol az olajfúrók utak vannak egy ilyen nagy földön, az alatt van pár izé. Ilyen nagyobb gyár, ja, azt arra vannak. Nem megyek. Kimbe? Hát ne is, mert be foglak dolgozni. Nézd ja. Meg itt izé, az egyetlen fegyőnök amúgy, akkor JJ-jé? Hát van izé, Chino-nál van fegyver? Hogy volna, bazeg, tesó, most mondom, hogy kiraboltak. Ja, tényleg. Na, kettő az már nem rossz. Akkor menjünk. Nálad is van fegyver, nem? Nálam? Nem, a csajomnál. Nálam. Ja, nálam van. Van egy.
Akkor menjünk. Ja. Akkor kettő fegyó. Na jó, van, megyek, akkor sok szerencsét, srácok. Cső. Így jó. Cső. Az a most izé Csinót is fel kell venni valakinek az ölébe. Azt mivel megyek szerintetek? Buszhozni nem fogok. Mondanám, hogy elviszem, na, de gondolom rám nincs szükség, még nem tudom. Dehogy nem. Persze, rád mindig van. Mert akkor, akkor hozzám cipellek? Befér, mert két személy. Jó, hát akkor megyek csak Csinó vele. Jó, megyek, Jó. Nem tudok besz. Hát miért nem? Hát nagyon jó kérdés, be van ragadva az ajtó. Hát akkor ide jövök, és hátra ülök. Jó, akkor vezetek. Jadul, ez nekem egyet. Az a sztori, hogy klipszesek vagyunk-e? Őszintén nem. Nem, hogy klipszesek, csak beöltöztünk kéknek, azt előadjuk mindenki, akik klipszesek vagyunk. De közben, hogy nem vagyunk azok, még a klipszesek is azt mondták. Hát itt vannak gyárak, ja. Mennyit egyenesen, hát ha. Chrome autókat keresünk akkor? Ó. Oh. Arra? Én nem látok semmit. El kellett volna vinnünk azt a csávot, aki tudta, hogy kik azok. De amúgy ő se tudta, csak hogy errefele vannak valahol. Japanka. Hello? Halló? Vajos, hol vagytok? Mit vagyunk? Várjál, hol itt? Hát az olajfúró hülyesége. Hát valahol mi is itt vagyunk, valamelyik utcában, de nem tudom hol. Mi valami sineknél vagyunk. Mi itt vagyok, haverjaim. Mi a pálya? Valami sineknél vagyunk. Sineknél, köszi. Hát, oda megyünk, itt vagyunk az olajfúróknál, mi is. Itt vagytok velünk szembe szerintem, nem? Itt van, nem messze, egy tetováló szalon. Ott vannak. Igen, mi is itt vagyunk a tetoválónál. Itt vagyunk mögöttetek. Nem mögött? Ja, meg vagy. Ja. Cseh. Láttam drittelgetés Gino-nak amúgy. De igen. Hogy egy szenvedte. Persze. Ha ezt tudom, nem ilyen kocsival jön. Na, és akkor hol vannak ezek a szürkék? Anka, köszi a tírés 15 igen. Jó kérdés, tesó. Milyen kromfini autó? Kérdezzük meg a klipszes tesókat, ha már itt vagyunk. Úgy is tudják, menjünk be. Ja, én is klipszes vagyok, vagy nem? Ja, hogy ne. Vagy tesó. És én? Engem ki fognak nyírt. Meg akarja, ha nincs Gino-t? Ott a kék kocsi. Hát hát hajtsunk be az utcába, lesz ott vannak a desók. Nem itt van még a korzánk. Na cső! Ja, desók, visszajöttünk! Csá! Visszahoztuk a Verdát! Paszka kurva! Na mi van? Igen, paszka kurva fegyver, fogkam! Van egy kis baj! Szabos cica, te hozzám jöttél szerinted! Kár kék hajó! Megjártok, nagy baj van! Valami króm színű köcsögök! Elütöttek, aztán lepakolták az utcaimat. Kicsodák. Krómszínű köcsögök. Egy kibaszott bohóc volt, vágod, ja. Őket keressük, nem tudtok róluk semmit? Az ott nem, azok hogy hívják a sok, nem vágószosok? Kékhagy. Nem, ilyen full ezüst színű krómautóval volt. Jó, azok tudjuk így, jó, akkor hagyják. Kinek van fegyverengedélye? Nekem van? Hát, az nekem is azt hiszem. Akkor mondom, hogy elvek. Halló cica, hova settegget? Ja, hát én a kocsit nézem, mert van a nő. Mindenkinek van a pénze, persze. Mutassa be a kocsiba? Igen, nincs pénz, azt megoldjuk. És utána mit csinálunk velük? És el kell venni a Groovestick-re. Várjatok. Kinek van fegyverengedély és fegyvere is, hogy tud venni? A fegyverem az nincsen, de tudok venni, ha úgy van egyet magamnak éppen. JJ, nektek van fegyveretek, nem? Ja, nekünk van kettő. Egyébként a lincsengedélyed, de fegyvert elfogadtad. Azt a kurva, ne tüsszentsél már le, baszki. Van 2670-em. Na, srácok, az lesz a nekem 3000 összerakjuk, jön egy negyedet. Kocsikba szállunk, és elkapjuk ezeket a rohadékokat. Kelütöttük téged. Olyan nincs, hogy te nem jössz. Kékhajó, jó fej. Neki is kékhaja. Álljon ki. Nem én voltam. Itt volt mellettem ez a hülye gyerek. Tényleg ő van, Gino a neve. Most nem, én vagyok, azt értem, hogy gyerekörök. Gino, testvérem vagy. Fegyverek nélkül hogy rágok, érted? Nem tudom. Ez baj, sok minden nincs fegyverem, aki én éppen most sírekem kóházni, és nem húzni húzni semmi. Mi fogjuk meghúzni? Vagy nézze, előre küldjük pillecukrat ilyen izé elterelőnek. Az ős is vettem. Tudom, mi van nála, egy bomba. Bomba seg. Majd kijelül elmondja a figyelmüket, meg a másik hölgyemény. Hogyha ilyen seggem lett, de egész nap a kezemben üdék, nem rosszból. Ne forduljon meg hölgyem, ne. Szép napot, urak. Na jó van, hát figyeljetek. Nem tudom, ezt a Verdát, ezt kölcsönkérek, még amúgy arcok. Vigyázzunk rá. Kölcsön.
Zsír. Ez a kíván nyitva, akkor kölcsön. Akkor a Groove Street-en laknak, azt mondjátok? Igen, igen, igen. Kurva szájukat. Max, így bemegyünk, azt dumálunk velük előtte, aztán hogyha köcsögök, akkor meg visszamegyünk fegyverrel. Lehet előtte ilyen diplomatikusan kéne megoldani. Amúgy igen, ezért szeretek téged, Lajcsi. Ha beszéltetek vele, aztán megoldanak velük, akkor csak szóljátok, azt megyünk. Jó, 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 mindenképpen szólunk. Jó, akkor menjünk, aztán megpróbálunk beszélni velük, hát ha. Menj, ezt is tűnj vettem. Össze segítséget! Micsoda? A másik oldal. Nehogy rábukjon a váltóra, Gino-kám! Még mindig segítenek és le se akarnak lőni, ezek nagyon jó fejek. Jó fejek amúgy. Ha már megkapták a családi autóaikat, jó fejek. Kinőtt a fa Groove Street-en? Azt a miné, hogy néz ki? Vannak emberek, hallod? Hol? Itt, nézd csak ott... balra. Arra? Ja, hátunk mögött. Vagyok. Tartják ránk a... Ja! Oh, oh basz! Hello! Szevasztok! Hello! Ti nem azok vagytok, akiket keresünk? Létszél a táblán a legközelebb álljátok meg. Baj, bocsi, ne haragudj, még... Stop táblán? Új tesók vagyunk. Nem is vagyunk a klipszet, baszk. Hát azt mondták nektek, hogy... Azt mondták nekünk, itt találjuk meg króm színű embereket, vagy króm színű kocsika járkáló bohóc maszkosokat. De ti nem vagytok azok. Hát az nagyon rossz helyen. Hát akkor rossz helyen jártok. Nem tudjátok, merre kéne járnunk? Hát az nem tudom, hogy azok a tökönben vannak. Na, az gond. Valami gyárakat is mondtak nekünk. Nem délután. Nem? Ja. Hát miről beszéltünk? Hát az egyik tagotokkal találkoztam a délután, és élénken érdeklődött a La Familia után. Igen. Lajci volt akkor. Nem, én nem voltam egyébként, de... Lajos, ne hazudj! Te lettél megbízva, hogy érdeklődj a La Familia után. Ja, igen, én voltam, jó. Már itt nyílt napokkal beszéltünk, úgyhogy... Bevallom, jó. Ja. Amúgy akkor nem vágjátok ki közök, akiket keresünk? De megmondom. Ti egyébként kik vagytok? Hát én... Igen. A Cripsben mi vagyunk a B oldal. Meg ott már nincs a oldal, mert egyik srácotok az elment, hál' Istennek. Szegény. Hát, ja, most kidőltek egy pár véres napokat. Mi vagyunk a friss vér, így van. Úgy hívjuk a hosszú kések éjszakája. Ja. Aha. Jó. Illetcukor is velünk van. Mi csinálsz? Illetcukor velünk lóg, baszki. Persze. Húragatjuk, ha érted, mire gondolok. Hogy nyelvez? Jaj, a Krips kurvája. Kicsit irigyek vagytok, nem? Nem. Osztozhatunk, ahogy van. Tomé bácsi, ezek után nemhogy nem vagyok irigy. Soha belesikítok, olyan vízhang jön, hogy izé ötször szól. Itt is jön már a kis drága. Ó, oh, meg is érkezik. Nem visz idegen egy körre? Látom, Stevie, csak ki kell mondani a nevét, és egyben megjelenik. Jó fejek vagy most nem jó. Vagy... Mit csinál? Ajaj, mit csinál, tesszük? Na, elkapta Gino. Gino, kapom, mint intézgettem. Intézgettük, persze, tesó, hogy? Jó. És miről szeretnétek infót? Hát, mármint, hogy hát igazából csak ezeket keressük, mondjam, de azonban nem tudunk sok mindent, króm kocsikkal voltak, volt egy csaj, meg két csávod, egy bohóc maszk. Nagyon furcsa nekem ez a pilletcukor. De ez nem biztos, hogy a Mattia. Hát nem is mondtuk, ez azonban nem nagyon tudjuk, hogy ők kék, és ezért keressük őket. Nem tudtok? Hát rajtam az egyik társatok a La Familiát kereste, nem tudom melyik őtök volt. Lehet, hogy ezek a régebbi tesók voltak, mert mi nem. Nem vágom őkik. Igazából annyi volt a lényeg. Szevasz, Boston tesó! Jó napot! Ta haverom elvesztett az eszméletét, aztán jött valami bóc, ilyen full króma autóval, aki valahova tartozik elméletileg, és elkezdte kipakolni, mint valami csöves. Nekem kell. Ó, hoppá! Nekem kell Majka, tesó! Jó, majd. Akkor ötletetek sincs, hogy kit kéne keresni ezzel kapcsolatban? Az a helyzet, hogy velünk is paszakodtak egy ilyenek, egy króm... Ja. Ez is egy ilyen szelf terepjáróval volt. A srác az egyik. Ma... Mindjárt mondom neked, azt hiszem itt a városi boltba kapható talán Maserati? Abból van ilyen városi terepjáró? Az lehet, igen. Szerintem az lesz, az megfigyeltem lehet. Őket, abban járnak. Az volt egy ilyen izé, azzal a buzi színű, ilyen krómszínűbe. És valaki mondott nekünk egy olyat, hogy valami gyáraknál vannak az olajfúróknál, nem tudom ez mennyire lehet legit, de oda mennünk, ott meg nem volt senki.
láttam arra semmit a Szeb alertről. Csá. Még egyszer? Mondjad még egyszer. Mondom, nem tudod, hogy ki volt itt, aki velünk is baszakorod? Azzal a kromszínű Maseratival, akit itt elkaptunk kétszer itt. Nem, de megvan a rendszer. Az munkanélküli volt. De, mert... Lesik, köszi a 16-igat. Az elátta az autó. Köszi a reg. Na jó, jövök majd. Használtál utókerve, láttam az autót. Hát, nem tudom, mit évők legyünk, Lajcsi? Nem tudom. Ha tényleg ötletetek nincs, hogy kihez kéne fordulni, hogy meg akarjuk tudni, kik azok? De annyit tudunk még csinálni, hogy szétnézzünk a városba, hát ha valahol felbukkannak, vágod esetleg. De most ide küldtek hát... minket, amúgy a tesók. Ja. Ki küldet titeket ide? Hát a Kripszes tesóink. Kripszesek. Igen. A Kripszesek. Azt mondták, ti vagytok. A Kripszesek a küldtek titeket ide, hogy mi vagyunk ilyen autókkal, meg ilyenek. Így van. Aha. Az OG. Megmondom a frankót, mi ízék vagyunk. Dodo, köszi a tirélyes. Jó, ezt nem mondjuk el senkinek. Ezt nem mondjuk el senkinek. Elég pacsek, elég pacsek. Igen, de ők is azt hiszik, hogy kripszesek vagyunk, de amúgy nem. Ja, aha. Ó, szerintem nem is vagyunk kripszesek, azt hitte. Nincs oda kéne. Fasz. Ugye erre senki nem számított. De ezeket a szürkék krómosokat el akarjuk kapni. Pillanat altabb a chat, csak rossz helyen volt valami. Akkor most már legalább értem, hogy miért vettük a pillacukorral egy helyen. Pillacukor? Hát ott ül a kocsiba, passzai, nem látod? Ja, mert mi van bele? Ő nem egy... Akkor szállni egy körre, öreg. Kyrie ja. Irving. Gyárga, köszi a 100-as sírt. Hello! Hani. Kicsit magasabb, mint ti, ugye? Hello, hello. 165 centi vagyok, kikérem magam. Na, figyeljetek, akkor 50 ezer dollár is vihetitek, ha úgy van. Két a csókolomat? Persze. Viccelek csak, de hogy komolyan. Nem, vagy. Nem. Nem eladó. Nem, semmi van. Pénzért nem adnánk két. Így van, pontosan. Ó, oh, látod JC? Mert jó lecsicskítottak, te sokában azt, hogy megmondta mi van. Vágod, úgy legyen. Nem kell adni, ő neki már szíve az enyém gyerekkora óta. Hát az a baj, itt sok felé osztanunk pillacukor szívén akkor. Igen, igen, igen. Pillacukor, nem aprózod el ezeket a dolgokat. Azért mondd csak meg, hát csak meg neki. Hát független nő vagyok, esküvő még nem neki, volt. Mondd csak meg nekik, hogy ki volt az első igazi még. Szerelem. Mondj csak el nekik nyugodtan. Milyen kicsi a világ, hogy összeérnek a szálak? Hoppá. Így van. Mint a minden utcával találkoznánk egy pillacukor szerelmével. Mondj csak el, mondj csak el. Mert ki a szerelmem, nem értem. Hát itt az úri ember elvileg. Mondj csak el, ki volt az első szerelmed. Most melyik meg? Mind a kettő másra mutat. Nem másra mutatok, bazd meg. Elég mutogattam rá, mondd be ki az. Nem ismerte meg a szerelmét? Hát nézze, rakodom. Kicsit öregedett. Jó, az igen. Hajjaj. Szerintem én nem hagytam. Megvan, jó, hú, jól vagy? Téged is vértük a kórházba. Azt hittem én is. Megszédültem, majd nem tudom mi lett vele. Jó, hát akkor megyünk, akkor keresünk tovább a szürkéket. Jó, ja, nézzünk szépen. Mi ezeket a krómokat. Köszi szépen a segítséget. Fehéreket? Ja, fehéreket. Fehéreket nem szeretjük. Én is az vagyok, haló. Igen, csak szeretünk, csak gyere már. Jövök. Köszi szépen, legyen szép napotok. Szép napot. Béke gyerek által szasztok. Hova megyünk? Fehérek. Nézzük át előre, szétnézzünk a városba. Nézzük át sokkal szállt. Jaj, hype van ott van, kösz se. Azok nagy ízék ellenségesek a kripszesekkel. Úgy be lehet terpéltek, hogy mindenki el amúgy. Jaj. Tényleg. Azért mondtam el nekik, amúgy lehetett velük beszélni. Nem ilyen megafon izé volt. Jaj, mondjuk el. Inkább lennék izé gróbas, mint izés. Ja, jó fejek voltak, vágod. Mit csinálsz? Hát öltözzünk zöldbe. Most a lehet, hogy levágnánk. Ki a faszom vezet? Nem tudom. Íh, mennyi kocsi. Ó, azt hiszem megvannak a vagaszosok. Aha. Kérdezzük meg őket, krómok, de még ezek után nem hiszem. Nekem még gondok vannak. Nem látok ki a izé, a szélvédőn. Hát igen, azt látjuk. Mi van? Tetszik, jaa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 a
Nem, akkor nem. Hol vagy Lajos, bazdeg, mi történt? Persze, csak... Hol van szerelő? Ja, itt lesz. És banda volt, hanem maffia. Hát most megyünk. Mi keressük, érted? Ez az IC szállt, tehát most nem járnátok jól, hát most érdekel szerinted, de IC-zünk. Ez RP lényege, hogy keressük a szállakat. Hát nekem azért is a... Japanét szállítót. Oda néz. Kérd egy macska a tetőtökön. Tényleg? Miau! Mi
Uha. Mi van? Hát kérdezzük meg a serifeket, ők biztos tudják. Baszki, kajak, hát a kiadják az információkat komolyba, haverom. Na ez lesz az. Tuti kiadják, tuti. Hallod? Na mondjad. Kilóg egy macska a tetőn. Ja, az benn van a csomagtartóban, csak kilóg a feje a csomiból. Visszarugdassam? Nem fontos. Jó, jó. Pedig szívesen megcsináltam volna. Tudom. A raptorra is kell, vagy? Igen, igen. Igen, igen, kérnék szépen. Halló? Melyik... Szerelő telepen. Melyiken? A Gas Monkey? Nem tudom, valamelyik. Hát, melyiken? Átjöttünk egy hídon. A rendőrség híd mellett, és ott vagyunk most. Jó napot. Ja, itt vagytok, jó. Halló? Sheriff úr? Szép jó napot, miben segíthetek? Szép jó napot kívánok. Kérdezhetnénk valamit önöktől? Csak nyugodtan. Ilyen nagyon gonosz úri embereket keresünk, bohóc maszkba járnak, króm autóval, és nagyon csúnya dolgokat mondtak. 50 méterrel kiabálták, hogy fogják ránk a fegyvert, aztán elütöttek, és utána meg kipakolták a sebeim. Így van, nem tudják esetleg, hogy kiket kereshetünk? Sajnos nem, így nekem nem mond semmit a krómos autó. Egy pillanat megkérdezni a kollégát. Jó rendben, rádión is megkérdezheti, hogyha úgy van. Brian! Ilyen krómos autókat nem láttatok? Brian! Én nem Brian vagyok. De maga Brian? Nem. Nem, ma már néztek mindennek, uram, úgyhogy már megszoktam. Na már jó, Verda! Ja, pacekban megcsinált azt. Na mutasd meg az orrad oldalról amúgy. Kérdeztem a kollégát, épp egy rablásom voltak, de ők se tudják. A bohóc maszkos urat láttak, de ilyen krom színű autókat sajnos nem. De oda fogunk figyelni azért, hogyha... Köszönjük szépen! Összefutnánk velük, akkor biztos megállítjuk őket igazoltatni. Nagyon szépen köszönjük segítséget. Szívesen, akkor. Hát muszáj ez a dolgunk. Keressük őket tovább, hát ha... Semmi, visszanéztétek? Hát azt nem hiszem. Mondjuk nem, baszki. JJ-nek amúgy van ki egyet amúgy. Pillecukort vítejen ki egyet, neki úgyis válaszolok, mert lány. Krom színű bohócokat keresünk, vagy mi? Toni, merre vagy? Ja, ezt vitted ki, Pille. Jó. Ilyetek Gino, csokolom Pille. Menjetek Pille cukorral és mi is nézelődünk a városba. Jó, szóval a faszomba megyek, szaros drift autóba vagyok, amit még szerelnek. Króm autót keresünk. Ismerkedjetek addig meg ilyenek, Gino. Jó, kösz tesó. Biztos te akarsz vezetni, Stevie? Nem, cseréljünk, inkább jobban járunk szerint. Hát akkor... Nem tudom, még szeretem a kocsim. Nem cserélj meg kocsit, mert ez egy hulladék. Ne tapsoljatok túl hangosan. Cserélj. Ja. Gyerünk, Gino! Állat vagy! Hová? Na. Hát ez nem tudtuk meg többet. Így van. Hát nem lettünk okosabb. Vágod bárkit, mert senki nem ismeri őket. Valami nincs rendben, tehát... Nem léteznek? Lehet életművészek. Kocsiuk. Hát ötletem sincs, baszki. Hopp! Nem egy króm kocsit szembe? Hát én is azt hittem, én is nem. Úgy láttam amúgy. Nem. Jó mérgesen nézett. Eléggé durván. Gino. Mm. Szerintetek elkapja? Illet cukrot? Hát tuti. Szerinted miért kiesnek mindig minden onnan? Hogy menjünk fel, mert nézzünk szét a gáton esetleg megint, hogy mert ott találkoztunk velük. De várj, mert lehet, hogy kim vannak abban, hogy városon kívül, nem? Mert hát... Jöttek befele, nem? Igen, gondolom. A gáton keresztül. Nem tudom, eléggé ki voltam ütve. Hello! Hello! Hello, szükségük van rád! Hát neki nincs rám. Életesek vagyunk. Lehet, hogy amúgy a klipszesek itt szétbasztak mindenkit, és kérlek lehet tőle. Amúgy, hát nem csodálom mondjuk. Hát Crips for life. Ja, hú, nagy Crips, azt egy fenyőjük nem volt. A. Jó, komoly, nem? Hát a majd a rendőrök se tudták, akkor lehet ilyen izénk, nem tudom valami. Lehet, csak ilyen full random, érted? Mondom arcok. Vagy lehet, hogy másit szoktak járkálni, most vannak csak szürkébe. Vagy ilyen izébe. Ja. De valahogy csak meg lehet őket találni. Ezüstös szarba. Itt lecukor kitvítelte, amit mondtunk neki? Nem tudom, nem néztem a Twittert. Róm színű autó a rendelkező bohóc maszkos úriembereket keresem. Szeretnék igen, ismerkedni. Á, ez a beszéd. Na, erről van szó. Az a baj, mintha egy tűt keresnénk a színakazalba. Igen, elég furán jelent meg. Hát ez tényleg olyan. Vagy mint a pillecukorba akarod, én sem mondok, nem mondok semmit. Az is olyan egy kicsit, nem? Fél szavakból is értelek, persze. Én is valahogy értettem a célzást.
Szegény Gino. Tud kutatni benne rendesen. Hol van Krómos? Főpublik, már megyünk is, száguldunk. Tényleg? Aha. Kövessék akkor, szépen. Megyünk. Hello. Kössétek le magatokat. Egyelőre izé a főpublikus garázsnál van, így mondták. Emlékszem, milyen fajtájú volt ez a Krómos autó? Oké, okay, még ezt lehet, nem lehet az úton kellett volna menni. Jó, verte meg, ja, szét megy a kocsink. Jaj, meg így valaki. Halló? Mivel beszélek? Nem tudom, hogy mit kell nyomni a telefonon? Halló? Hát, nem mondom el. Most hallod? Igen, hallak. Jaj, baszd meg, azt hittem nem hallasz. A kurva Isten. Húha. Jaj, már, elsukkam az a helyzet, hogy mindjárt csak megsúgom. Itt van valami izé, te só, mint ilyen bózmaszkos arc. Hol? Ő publik? Megyünk. Mindjárt itt vagyunk. Hello. Nincs túl sok FPS-en a városba beérve. Bózmaszkos arc a publikba. Na, erről van szó. Ez nem az... Jó. Csak a parkolóban vigyázni kell, ott nem csináltunk ilyeneket. Na, tette lesz a szép autó. Az az lesz, bassza meg! Biztos? Szerintem jó. Ja. Hova fut? Várjál már! Kis bassz meg! Na, igen? Minden cukor elcsalja most valami a faszom, nem tudom mi van. Ati, köszi a tízes 19-et, köszi szépen, öreg! Benne egy kocsit! Benne egy pillecukorral! Vágod, öcsi! Aha! Rajtuk ütünk! Menj már innen, öreg! Látod? Lajd, csak közben bazd meg a fejem annyira izé, sajog, hogy húha! Hát az nekem... Igen, az nekem... Semmit! Én is keveset, én is eléggé. Hát amikor bejöttünk a városból. Városba. Akkor szerintem küldeni fog izét. Fordít, ja, menjünk gyors, jó. Na mi az, mi a faszom? Elcsolja a pillecük, hogy gyerünk kocsiba. Valaki vegye az ölébe Gino-t. Nem tudom, hogy szabad-e ilyet. Hát nekem még ott feküdtél a földön, bazzeg. Akkor várjál, felkaplak a vállal. Igen? Hát nem fekszek ott pedig. Fettünk. Várja, most jött azt hiszem valami. Paskodd meg a seggét! Paskodd meg! Érti, Kordi? Jó. Ez a csajod? Ja. Jelöltem. Nem vitt túl messze. Van két fegyverünk van, ez kelleni fog, mert le kell fegyverezni a bohócot. Hol a tegnapi csajod, JJ? Milyen tegnapi egy van? Hát itt van tegnapi, ő. Tegnapi! Kamil! Gang. Tudod, Kamil! A vörös a jó. Ja, vörös. Ja. Tips gang for life. Ja, tőle nem tudom, mi van vele. Nem, hát mit tegnap beszéltük, hogy ma megyünk kávézni, ilyenekért. Ja, nem, nem a hugod? Elbasztod azt nem, is? Nem, nekem nem, ott közösen ment oda a dupla radzi. Ugye a húzod, baszki, te hülye. Itt egy Chrome autó amúgy. Ez az, fix, ez az. Igen? Ja. Akkor mondd arra, hogy erre egy fegyver van rád tartva, nem? Igen. Ez tudja, hogy az bassza meg. Tucat fegyver van rád tartva. Úgy hallottam, ugye? Azt úgy hittem, hogy az ő kocsijával mentek, bassza meg. Folyamat küldi, úristen, igen, nem a legjobb, nekem se. Balra. Nekem minden tökéletes. Figyeld, intézem, hol a megafonom? És nem akarnak megállni? Fegyver van rád tartva 50 méterről, úgyhogy állj meg! Most pillecok arra, hogy szólj valahogy, állítsa meg ezt az autót. Meghallasz magát! Hú, basz. Most az nem tudom, mi történik. Én se. Átmentünk rajta. És most pillecukor miért ment el vele? Mondjál, fegyver van rád tartva! Váljön már meg! Hallod, csöves? Nekem jött egy eszmánkinál. Jó, van, inkább menjél innen. Fegyver van rád tartva, szürke csávó. Milyen szürke csávó? Ugye kifejellek. Azt te jó! Mert neki senkit, baszki! Banknál vagy nem zavar? Banknál vagy nem zavar amúgy? Banknál vagy nem zavar amúgy? Jó, van, aludjál fiam, holnap susuk. Elég kemény a srác. Ez nem semmi amúgy. Illetszük, hogy megmutatta ki a főnök. Úristen.
van fasz, de annyira, ennyire egy pöcstelen fasztalan embert egyébként, hogy itt karikázol körbe-körbe ember. Jó, majd szóljál, hogyha 17 évesen elvesztetted a szüzességed, jó? Ez meg szembesában mi van veled? Ezt kurva. De visz. Szerenek szembesen. Jaj. Azt a kurva gyerekek, hát ez... Mi a faszom történik itt? Na mi a helyzet? Mi a helyzet? Beszélgetni akarunk veled, ennyit. Lehet veled kommunikálni? Nem. Miért nem? Hát meg kutyanyelven nem beszélek. Ja, de mindegy, megoldjuk. Jaj, hát mi is most próbálunk lealacsonyodni, de nem annyira sikerül. Újságosan lealacsonyan vagy. Próbálunk lesüllyedni, csak erre a szintre nem lehet, haver. Az egy nem tudtad, van ilyen mély. Beszélek vele? Mondják ezt kripszesekként. Ojjjjj. Beszélek a nyelvén. Várjál már, neked a rendes hangot is ilyen G. Kussoljál! JJ, kussoljál! Jó, lehet menni aludni, fiúkák. Jó. Szétoffolj titeket, majd gyepáljuk. Kebégyet. Kapjuk. De. Én egész offal a... Egy értelmes szót nem tud kibondani az emberünk. Meg itt körözd be, az meg a kibaszott publiknál. A életben. Úristen. Menj ma autó. Hát itt nem tudunk csinálni vele semmit, az a baj. Tényleg nem. Gyere, ezt sosem, ne üssön már. Fel, csak pont cserek, aztán nem tudja, hogy bank is hétje. Azt, viszlát. Hát látod, hogy ezek a pancserek... Figyelj, öreg, ki a pancserek? Amúgy ekkora a szád, akkor miért menekülsz előlünk, amúgy bohócka? Ki fél beszélgetni? Te menekülsz. Na gyere, szállj ki, gyere. Hát ezt mit csinálsz, ha kiszállok? Semmi, beszélgessünk akkor. De miért itt akarsz beszélgetni? Miért hol beszélgessünk? Hát mondjuk egy sokkal nyugodtabb légkörben. Nyugodt itt a légkör, nyugodt itt a légkör. Beszélgessünk itt a kék ruhás barátomat, meg bántottad, ha? Ember, félsz valamitől? De én nem félek semmitől. Ja, te gondolom tőle senkitől, te vagy itt a város bohóca, te senkitől nem félsz, haver is fél. Akkor 50 méterre menjünk, arrébb beszélgetni. Na gyere, menjünk. Na, menjünk. Na, erről van szó. Miért bántad a kék ruhás barátomat, ha? Kapjon már fel valaki, nem tudom ki ezt a fust. Na, menjünk el. Na, akkor vezessek? Hát nem tudom kinyitni. Valami is jó, oké, és király. Meg van? Most mi van, indulunk? Ezek a kékek beszélni akarnak velem. Nekem jött a gázmánkinál, de megbocsátom, olyan király a szerkútok. Köszi szépen, na téd is, jó hajad. Téd is nagyon jó amúgy, haver. Kösz, kösz. Na, vegyük, szétverjük ezt a BMW-st. Ezt a kis búzi gyereket, bazzeg. Na! Na mi a helyzet? Na, röviden tömören arról van szó, öreg, ugye fent voltál a gáton, igaz? Mikor? Persze, hát egy órával ezelőtt találkoztunk is, meg még kommunikáltunk is egymásra, tudod? Hát én nem tudom, azóta a kórházba ébredtem. Szóval, ja. Hát akkor... Mindegy, akkor emlékeztetek rá, hogy ott jártál, és megtaláltad Lajos barátomat, aki éppen eszméletlen volt, baszki, de nagyon. És elvettél tőle egy fegyvert. Ezt szeretnénk, hogyha visszaszolgáltattád nekünk. Hát kutassák nyugodtan, mert még egyszer mondom, hogy kórházba keltem, tehát kutassák. Hallott bohóc keci? Az a te csajod? Nem, beszélgetni akart. Hiszem, nincs nálad, de mondták akkor... Mondták már egy kis bohócot is lehet, valamivel kárpótolni kell minket, érted? Annak a négernek tuti nagyobb farka van, mint nem akarunk, nem akarunk, nem akarjuk, nem akarjuk. Az a rossz jaj, ez a csávos. Még egyszer, mit mondjál? Mondjad még egyszer. Mondom. Te barátnéd? Mi van? Vagyunk együtt, csak beszélgetni akartunk. Minden. Mondták már, hogy kis bóccal is lehet nagyot. Figyelj, lehet, hogy ennyi a komplexusod van, de ezt nem itt kéne megosztani, jó? Jó, mennyi, ez bújja el magadnak, nyomd el magadat, ha jó van, de figyelj, te már miért nem alszom, már felőtték a pizsit. De látom, hogy a boxer rajtad maradt azért. Jó, csöves bánat, mi vagy te, 60 éves boomer geci. Úristen, ezt 2022-ben használja valaki? Lajos, mi folyik itt, passz? Nem, hát nem az ilyen csövesek, mint te. Figyelj, nem én járok ilyen cowboy csizmába, szóval így... Figyelj, tesó, nem húzzuk az idődet, visszaadod a fegyvert, azt menjünk a dolgunkra. Hát figyelj, nem tudok semmilyen fegyvert visszaadni, mert nincs nálam. Hát akkor szerezz egyet gyorsan, hívd körbe hát, a spanokat. Biztos, hogy nem. És egy fegyver ennyit számít? Igen, igen. Ja. Hát, akkor utalom, van valaki egy telefon? Csak hogy lássátok, hát, hogy kivel gondolgatok. Nálam van telefon, hát, de akkor az 25 ezer lesz. É, bekapad a faszom, jó lesz. Hát ki kell fizetni. Na, akkor legyen 50 ezer, ha csak már ilyen nagy a szád még mindig. Erős volt. De legyen 50, akkor abban még több fegyver kijön. Persze, egy 50-ben megegyezünk, és akkor élheted tovább a szaros életed, és mindenki boldog lesz. Hát szaros és élet az a kripsznek, vagy úgy tudom. Még jó, hogy nem vagyunk kripszesek. Figyeljél már,
Olyan hülye vagy, hogy a Covid tesztre bazánk nap, hogy tanultál, úgyhogy csöndbe legyél. Érettséged meg habogba van. Ussoljál szerintem, mert itt észlontott van az agyad. Akkor adjon neki valaki egy telefont, ezt elutalja, ezt mehet a dolgára. Egy pofont a baseball. Gino-kám, van nálad egy telefon a bócnak? Gino! Add oda neki. Geci. Ne a kedvenc számot köcsök. Igen, nagyon jó, ezt én is szarja jelzem. Nézzem, hogy miket irkászod, a jó? Okosan legyél. Mondom, 325-es a számla számom. 50 legyen, ne több, ne levesebb, és akkor is hiszik, hogy kivel van dolg. Ha kapsz egy 10-est, azt örülj, ja, nem egy 20-os, na. Szerintem nem egy 10-es lesz az, more. Kapsz 25 ezeret, jó? Jó, az a kiegyező. Jó, legyen. Az a 25, more. Mennyi volt a fej számon? Haló. Ja, bocs, 325. Biztos, hogy lesz a 25, folyjál, more, vagyok. Az igen. Csokkolom. Parancsolj, kinek adhatom a telefont? Nekem, kedvenc számod 425. Azt a mindenit. Parancsolj. Szia, Feri, te vagy az? Jó, ja, várjál. Hogy vagy? Te vagy az? Azt a mindenit. Dik, ez miért a kocsimat? Na jól van, bósz, kösz. Kösz, kösz minden fasz a gyerek vagy, szevasz. De figyelj, már levás. Na menjél, mert lövik a pizsit. Arra majd csillvál nekem. Jó, menjél, hónap obika. Na, kérsz. Valaki nem akarja leütni ezt a szaros bohócot, amúgy nem. Na jó, menjünk suliba. Hadászület van, vágod. Persze, menjünk. Nem akarom beszélni a szükségem. Csak azért, hogy komolyan tudjuk venni a bohócot. Elmondom nektek, tudjátok milyen neve a bohócnak? Na mi? Lakatos, olajos. Tőle ért az utalás. Szép név, basszi. Így van. Lehet, hogy csak valami kamu fió. Az a Csirót ott hagytuk. Ja? Ó. Csiró, ott tippeket, amikor eljöttük. Puh, ez ide... jól van. Gino! Ja, Gino-ka. Ott van elől, nem? Hol? Ez miért van? Itt a vörös anyú csávó, miért van kifeküdve? Talán gondolom leütötték a faszomba, nem tudom. Gino, hol van? Basz meg, öreg, jól vagy? Értem, mert nincs jól. A kurva eget. Lecsukor egy ilyen ember társaságát élvezi, mert akkor lehet, hogy bazzeg örökre kell vágni a szálakat. Hol van Gino? Én nem tudom, Gino hova tűnt, basz. Várj, a száma megvan. Gino? Tessék. Hol vagy? Gino? Hol vagy Gino? Hőpublik, hogy kerültél oda? Elvitt a tesó a malac, tudod? Ja, jó, menjünk izé összeszedni akkor. Jó, cseh. Hello. Főpublik. Főpublikban van Gino, vágod? Add be. Na gyere, Gino. Hey. Na, fontos tárgyalás kell kezdetét vegye. Igen. Keresünk kéne egy utcát, amiről elnevezzük magunkat, és kitalálunk egy szint. Igen, ez nagyon adom. És utána még mi leszünk a mondjuk a San Andreas Eve Gang. San Andreas Gang-et. Jó, mi legyen a gang neve? Jó, akkor várj. San Andreas Avenue, akkor legyünk az SA Gang. Na várj, valami jobb utca nevet keresünk, ne azon, amin épp vagyunk. Na nézze. Legyen akkor az a... Kinger Street. Várj. Mit mond? No Power Street. Én tudok egy jót, várjál, van egy jó. Hardik. Itt van egy utca. Van egy Chupacabra Street nevű. Mi lennénk a Chupacabra Gang? Az tetszik amúgy. Ja, vágod, és én Yeti maszkokat hordanánk. Na hát ez nem tetszik be annyira. Biztos. Legyük a Tuck Street akkor. Tillabb vagy. Black Street? Tuck Street. Tuck Street? Ja. És mi lenne, hogyha akkor tényleg Black Street, és akkor Black Street Boys? Oho? Na, tesó, hogy tetszik? Hát ez kurva szar. Vágod, nem is vagyok fekete. Ja, baszki. De nem is feka vagy ember. Nem vagyok feka, vágod. Nem mondjam, majd nem. Itt van egy, nézzük itt, van JJ és Tréber gyerek, van izé... Lajos, aki hófehér, van cigány gyerek, Gino, vagyok én, egy világtalan, JJ csaja, hát akkor Black Street Boys. Black Street Boys. Black Street tökéletes. Boys, ezt megbeszéltünk. Vagy mi lehetnénk a hulló csillagok, és beköltözünk ide. Ah,
Hulló csillagot? Ja, vágod, vágod, mint a sztárak. Akkor másik hívjuk Falling Stars. Jobban hangzik. Ó, Fallen Stars. Fallen Stars. Akkor csillag? Ez nem tetszik. Öltözünk át, valami, öltözünk át egy másik színbe. Milyen legyen valami fekete ilyen izé? Ugyanilyen stílus, csak feketében, nem? Ugyan stílus maradtad, akkor csak átsunk szint, az kész, az gyorsan. Itt van egy pénzetek? Úgy van egy RDM, azt hiszem. Akkor legyünk ilyen izé, ilyen sárgák. Áááá, fekete, az jó. Fekete, black, black street. De lehet izé bankkártyával is fizetni. Én nem bírok kivenni pénzt. Elfelejtettem a kódomat. De tényleg lehet bankkártyával fizetni. Megbeszélted Steven, elvesztettem már az üzességét? Nem hiszem. Steven 17 és elvesztetted már az üzességed? Hát nem azért, Lajos, nem vagy te ott valamit, baszki. Iteket? Könyv három embert. Hát baszik, most elfuttok idáig. Illetszukrot fel is kell hívnom, hogy ezen segítsen, vegye el a szüzességet. Elvetetjük, vagy hívják ezt? Hol kell itt átöltözni? Na, most már feka vagyok. Na, Eki, pulcsi Adidas nadrág, jó lesz ez így. Vágod, te nem egy másik városból szöktél, ahogy szokták mondani? Ja, de szerintem mindannyian másik városból jöttünk. Ja, tényleg, nekem is mondták, hogy valahol ismernek egy másik városba, nem vágom, miről beszélt. Menjünk el még egy fodrászhoz is, mert nem lesz jó. Kéne valami kocsit szereznünk, és az, hogy csak egy Opel Corzán van. Ja, fessük át ezt. Amúgy kurvára nem, múltkor nem is tudom mennyi volt, valami 5000 volt. Akkor nem fessük át. Egy átfestés. Ja, és annyi volt. Valami fodrász itt. A Black Street Boys, mehet is. Amúgy nem kell egy fegyver, mert én nem tudom használni. Ó, jó, elfogadom. Vagy tudunk még venni, mert most adott pénzt az a bohóc. Ki kéne pakolni valami bankot amúgy, és akkor lesz pénzünk. Azt tudunk így? Család nélkül? GG. Jó kérdés, nem próbáltam még. Boltot azt tudja, hogy tudunk, más nem tudom. Oda bolt is, ami 70 ezret adott, vágod? Menjünk. Nem, szerintem nincs meg már a hotelünk. Pedig ott volt egy üzeny, nem? Air Mask. Ja, volt hotelünk, csak nem tudom, hogy az most de hol nem van. De nem azt mondom, hogy volt egy... mellényünk ott. Ja, mellény is volt, ilyen ja, nem. Mennünk kéne valami 6 szorratot amúgy, hogy azt ideje, hogy legalább elférünk. Ja, de hol van Stevie? Nem tudom, mindig öltözik. Haladj már, Stevie! Káplesztőd, mi a baj? Semmi az égvilágon, persze. Menjünk még gyorsan, ezt venni kéne kocsit. Kéz az nem kell, Stevie? Na, hát ember, nem látok semmit. Csak az, hogy meg akarom-e venni a ruhát. Itt a blokkot rárakták a szememet, szememre, vagy nem tudom. Miért új szemüveget vettél, vagy miért? Ja, lehet rajta hagytam. Ja, tesó. Mi van te? Homokos vagy? Nincs ezzel baj. Can I help you? 'Cause you are perfect. Nagyon, na, ú, de jók lehet. Vágod, kurva jól fog kinézni, Lajos. Meg ezzel a szakállal. Ez... Bye-bye, beautiful. Black Street Boys. Shall we? Én Gino vagyok. Milyen az új hajam? Hulladé. Értem, kurva jó. Nagyon jól nézzel ki, pacek tesóm, érted? Ragadni fognak rád pilletszukor, így fog kapaszkodni a faszod, hogy de valahogy így ézzel a hajjal meglátta sobb, érted? Ráveti magát. Nagyon jó lesz. Biztos, hogy így? Biztos, így. Megad az orrad tesóval, mi történt? Lefejedett pilletszukrot, vagy? Nem. Van hugod? Hugom? Aha. Megad nincs, egyke vagyok. Nem baj, akkor a hugod voltam úgy, megmondom őszinte, hogy ráült a seggével az arcomra, és így behorpa. Vágod, akkor a picsája van. Ja. Ah, igen. Helyzet. Semmi nem para, elveszem majd. Jó, passza. És hol van Stevie? Nem tudom. Most és hol van a Black Street, ha már Black Street Boys vagyunk? Hát itt a Black Street. De hol? Hogy van ez az utca, ott valahol megteremtjük, vagy mi? De ja, hogy nincs is ilyen, hogy Black Street? Hát most már van. Az ember azt hittem, legalább van ilyen, és akkor legalább az lenne a helyünk. Most nem szopadtok, hogy nincs is Black Street. Ezért kerestük utcát, úristen, nem hiszem el. Most komolyan nincs Black Street.
Tegyük, van ott az a Caesars. A Chupacabra Street még létezhet. Vagy menjünk el a reptérre, ott nincs street. Vagy a Human Labs-be. Black Street. Tuti van. Hú, nincs nem minden olyan Black Street GTA-ban, miért lenne? Megvegyük Easy-t, azt menjünk tovább. Kipakolunk egy boltot, remélem. Kéne egy kocsi hozzá, venni kéne, egy 6x6-ot kéne venni a bolt. Oh, hello! Megvan a Chupacabra Street. Ja, Chupacabra Street, jó. Na kezdem, tesó, mi a fasz van itt? Na nem tudom, te tedd fel. Mert én más vagyok, jó parám. Hadd én játszok veled. Jó. Szerintem én amúgy így vagy egyedi. Szerintem is amúgy. Úgy így menjünk. Jó, Léci, amúgy te törd fel a széfet a boltba amúgy. Jó, amúgy intézem. Jó, akkor menjünk el, menjünk a autóshophoz. Tetszik az új frizurám, Stevie? Szerintem nem hiszem, hogy ez amúgy. Kurva, komoly. Nem egy hiszem, hogy van sapkában. Pénzük autoshopba ilyen szépen autókra. Nem, összedobjuk. Vágod, 6x6 kell, mert ez így nem állapot, hogy mindig fel kell. Vágod neki a 25. Ja. Ez tuti. Mi van, te kurva? Igyet? Ötet? Aha, az 6 személyes. Vágod, így nőm. Ja, egy csajod? Ja, nem pilletszökre, nem cukorpille. Hú, te jól hangzik, úristen. Az előbb imitálta a kedves izé Gino, hogy pillanat csak arra, hogy szopna le. Gino, hogy csináltad? Elismételnéd lejtsd. Nem, tesóbb, ezt még egyszer nem ismételjük el az... Legyél már csicska, Gino. Ágon Gino, hogy most hogy tudja meg, hogy fog leszopni? Tudod éppen, nyírod a túlhelyat le, hogy csak elmérted. Azért mondtam, hogy pillecukor úgy rá fog röppedni a farkára keményen, megragadja a két kezével, azt így fogja befele tupkolni. Így keményen be fogja venni neki, tesszöcsém, hogy de ez lesz. Hangzik, hú, de jó lesz, öcsém. Hagyj csak készülsz rá, remélem már tüzel a farkat keményen. Persze, Ágon. Olyan ízzik a makja, vágod? Olyan, mint egy fénykart. Már vegyünk egy kocsit akkor. Jó, jó. Ah, mi a kecsz? Te vasz! Megnézzük, ó! Mit intézzek? Ez a lotyó fog kocsit árulni? 6x6-ot kéne keresni, várjál, azt gondolom a... Izébe lesz vágod, terepjáró. Hat személyes kell. 6x6 nem azért 6x6, mert 6 személyes, hanem mert 6 kereke van. De 6 személyes is, bazd meg. 6 személyes is? Igen. Ja, jó van. Ó, bazd meg. És mi van, nincs? Hát én nem nagyon találtam. Mutasd. És ami használható az kereskedés? Színpult. Hello. Jó napot, maga itt dolgozik? Hallod? Vegyél egy olyan izét. Azt a lerobbant buszt, vagy a szállt személyes. Az jó lenne. Hát az szerintem csak 4. Szerintem is csak 4, ja. De itt ennyi kocsi van? 5 darab? Ja, nincs sok, vágod. Hallod, kell a jó csávó, nem tudsz valami 6 személyes kocsit? Használt autó? Asza. Jó, van a használt autó? Kell, oda kéne menni. Elvileg van az is. Csak menjünk na oda. Majd lealkudjuk, na majd olyat alkudok. Ura viszket az új helyem. Többi viszket mi? Pillancukor pinálja, mikor meglátja ezt a hajat. Úr geci. 70-es vagy vagy mi van? Picit. Valami a használt autó. Ez jó. Van olyan is, hogy használt autó? Azt mondták itt. Van olyan. Bejelölöm. Ott van. Mit mondtál izé pillancukor pinájáról előbb? Nem fontos, nem fontos. Nagy csupott, hogy viszket a hajam. Snor, köszönjük, 14-ek, köszi szépen a reg. Mi a helyzet? Ezer éve. Ja, persze. Szolga, hello. Hát közös vonások, érted? De akkor hogy lett itt autót szerezni, hogyha csak 5 darab van a kereskedésben? Hát gondolom beszünk használt autóban, nem? Hát majd kiderül, ott is szerintem csak 3-4 darab szokott lenni. Hát jó, csak van bazeg valami 6 szarat. Vagy bemegyük, az durantjuk, kész. Károly basznak volt egy X6-ja. Tényleg. Károly az is csak 4 személyes. Ja, Károly basz. A főnök. Család főnöke volt, de kilakoltattak minket, mert nem fizette be a kibaszott számlákat, az a büdös csöves. Ilyen ez. Kár koponya. Szevasz, Josh. Hova tűnt koponya? Húha, hát itt 4 darab van. Ez gond. Ja, ő csá, bocs. Hello. Hallod, nem vágod esetleg, hogy honnan tudunk valami 6 személyes autót venni, mert hogy
Egyik kereskedésben sincs, ez biztos. Hát, 6 személyes nem is, talán még 5-öset árulnak, de azt is ilyen milliós árba, úgyhogy az... Ú, baszki. Nekem mondod. Azt mondod, inkább 2-4 személyes? Hát, jobban jártok sokkal. Hát akkor legyen. Hol tudunk venni, mert csak 5 darab volt a kereskedésben. Mi? Tényleg? Ja. A másik nem kereskedés volt 4 személyes amúgy. Várja, abban a kereskedésben ott lehet, hogy amúgy az autókerben amúgy kategóriánként van, nem csak 5 darab van, csak 5 kategória van, igen, JJ-ben azt mondja. Igen, 5 kategória van. Én azt az 5 autót láttam, és ennyi. 5 kategóriát ott meg tudod nyitni ott a katalógusban. Ott ja, de mondjuk úgy sincs sokkal több, de amúgy a kategóriánként van ilyen 10 köbe. Valamelyik kategóriában több is van. Ó, oké. Köszi szépen, Kopanya, akkor. Ja, szívesen, jól van, kitartok. Kösz, cseh. Hello. Kösz, cseh. Csá. Jó fej volt. Jó. Jó, ja, ilyenek ezek a kopanyák. Éj helyen. Akkor vegyünk 2-4 személyeset? Hát akkor úgy tudjuk, ja. Vegyünk 2 ilyen lakókocsit? Csak akkor vágod a Black Street-et, le tudjuk helye, 20 ezer, le tudjuk helyezni a Black Street-et, ahova akarjuk, vágod, jó, és akkor ugyan, ahol vagyunk, mondjuk, hú, a rendőrök mennyire fognak alkalmazkodni ahhoz, hogy vágod, mint izé. Szerintem azzal esélytlen, hogy mi elmeneküljük bárhova. Azt mondod, ez nem jó ötlet? Hát nem igazán. Akkor vigyük ezt, meg a 2 lakókocsit. Na, úgy már jobban hangzik. Jó, és ebben megy a pénz. Ja, az úgy fasza. Jó. És túl szakad, hogy szerzünk a lakókocsikkal? Hát azt mond, üvöltjük messziről, hogy rájuk van tartva a fegyó. Jó. Persze. Az beválik, úgy haladtam. Mindegy, mi gyorsan megyünk. Most akkor lakókocsit vegyük fixen? Hát... Nem azt beszéltük? De, nekem nem is, nincs is sokkal több pénzem, csak mondom. Hol van ez a lakókocs? Izé, egyéb. Temper. Boom! Ez hogy többen. Na bazd meg, szép volt, gec. Faszomat, Lajos! Kurva élet! Hát bazd meg! Stevie! Mi van, Lajos? Hát, mi az, hogy mi van? Nem látsz? De be se férek. Két személyes! Na, szórakozzatok. Elmentek a faszomba, Lajos, hogy ilyen szart megvetettek velem, bazd meg. Menj már az útban, bassz meg! Legyél fel van fordulva! Próbálom visszalőni! Na, lög vissza! De hallod? Tök gyors! Na, lög vissza! Gyors. Jó. Ready or not? Az kurva jó amúgy, hopp! Kösz! Hallod, Lajos? Ez... Plafonba 50-nel megy és 2 személyes! Kurva élet! Vágod, füves cigi! Az van itt, hogy van csomag, vagy mi ez a kesztyűtartóba. Tényleg? Hüves cigit tudok készíteni ebben. Jó, megcsináltatom bent a szerelőkkel. Jó. Mi van, Lajos? Itt el lehet adni. Igen? Hát csak szerintem te ősz az enyémbe, én meg a tiédbe. Valószínű, igen. Úgyhogy cseréljünk, aztán adjuk el, azt vegyünk valami normálisat. Hát ez botrán. Na mi van, elaludtatok a kocsiban? Eladjuk ezeket a szarokat, semmire, ők 2 személyesek, vágod? Az úgy tényleg nem sok mindenre jó. Az meg most 5 percig nem bírom eladni a faszomat! Várj, kinyitom neked, mert lehet a kezed miatt. Ne, éj, baszd meg! Elmegyek innen. Te se tudod 5 percig? Nem, ő el tudta adni. Nem, kezdet kapni! 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 Ez áram ezt. Nem fogunk venni normális autót. Mert mennyit van? Hát 20 ezeren maradt. Jó, hát küldök még 6... 24 ezer ezzel együtt. Jó, 20-30 ezerünk lesz úgy. Amúgy. Ja, mi a PayPalod? PayPalom? 680. Sziasztok, barátaim, egy kicsit arrébb tudnátok, hogy talán az autóval már szeretnék vásárolni egy gépjárt. Szevasz, barát, persze, intézzük. Pillanat, ne haragudj.
hogy esetleg tudok nektek segíteni egy gyors motorszereléssel itt, mert ugye... Nem. Ezt a két útót ezt megcsináltát, hogyha éppen ezért nincs jobb dolgod, öreg, azt megköszönjük. Hát van jobb dolgom, csak éppen látom, hogy tudtok vele arrébb állni. Hát aztán nagyon, nem, nagyon, nem nagyon, igen. Ültem. Na jó, vegyünk valami, gyere gyors. Nézzük, belenézünk itt a belső térbe. Jó, 40-ért volt használt autóban, azért 40-ünk nem lesz így már. Itt vegyek, nézzel katalógusba valamit, aztán megvesz. Jó. És ti akkor hallottok? Port. Itt egy Civic 30 ér, az jó, nem? 29 ezer egy Civic. Az jó, nem? Az jó lehet amúgy. Jó, vedd meg azt. Civic-et? Ja. Mi az, hogy elfogyott? Meg nincs több, azt jelenti. Nem mondod. Rendeljenek, importolják be. És ez a Kalahari nem 5 személyes lehet amúgy, vagy 4-5? Tuti van. Kalahari 4. Civic tesó, melyé? Hol van az? Meg ott sport. Mi a pálya? Hát graffitiztem, aztán kiderült, hogy az lehet jelez a rendőrségnek. Ja? Jó, de felírtam, hogy Black, csapat nevét. Hova? Hú, hát ez nagyon szép. Vágod, tesó, ez lebeg. Ja, hát én így nyomom. Jó, az... Na, van egy kocsink. Na, az fasz. Na, hát, akkor menjünk boltra. Jó, van egy Civicünk. Hol van izé? Emi? Emulátor? Gino. Itt van. Ó, Gino, bazd meg, te fasz. Geci, vigyázz már, hé! Vigyázz már, hé! Mehetünk. Na, szerezzük túlszokat. Okos legyél, de hallod, Stevie, bazd meg. Vagy ez jó, ez a kocsi. Van fegyverünk? Van nálam, persze. Két töklöm, tesó, bomba fegyver. Hopp. Tipszes kocsi. Aki köszi a Prime-ost, szerintem követik a többieket. Mennék velük kéne menni, amúgy elkapják őket a faszomba. De hova mentek? Merre mentek? Itt vannak mögöttünk most már. Hello. Azok most ők? Jó, nem tudom. Menjünk utánuk. Köszi aki a Prime-ost negyediket, köszi szépen. Mi a fasz csinál? Meg kell menni rádióra, van rádiótok még mindig? Rekemni, vagy, hát nem tudom, lehet van nálam amúgy. Köszönjük egy jó Edber Energy-t. Hadd adnál nekem is. Nem NFM vagyunk. Utolsó. Ja, nem van még öt. Hallod? Ja, kedved számot. Vágod lehet izé ilyen városi csávót is elrabolni túsztak. Hogy? Hát ez egy jó kérdés, csak hát hogy is mondjam, láttam, hogy ki volt írva idején izéra, tudod? 2.0. Jaaa... Megadod, én nem tudok elszámolni. Hát én, és hogy hozzuk el, akkor nagy okos. Hát nem tudom, gondoltam cipel, és akkor válladra veszed, vagy nem tudom. Fogd meg. Na jó, akkor keressünk egyre a cipel. Jó, biztos ez? Na, azt menjus. Nem biztos. Mit gondolunk a mai RP-re venni? Miért van amúgy? Én megmondom neked. Tudtad egyébként, hogy TikTok felhasználatok. Mondtam, hogy meg fog halni. A kurva élet. Vágod? Na, tudja, a TikTok miatt van, mert látta mostanában sokat törgetni. Nem fogják észrevenni. Igen. Kiszálltok, tesó, megtankolok gyorsan. Jó, azt mondja, a fegyvert akarsz rágta. Igen, mert ízével mi van? Lajcsival. Tudod, hogy a faszom, tesó. Lajos! Lajos, nem szállsz ki, faszom! Bazd meg! Engem visztek, tesó! Én jól vagyok, doktor úr! Doki! Szülestem a föld alá! Baszki! Ja, fasz, Lajos! Most mit csinál, report? Oh!
ott fekszik szágyba, de még mindig visz engem, vágod, és még mindig ott vagyok vele. Ott fekszik közösen az ágyba. És most mit csináljak? Visszajelzés küldése, hát ha. Hát ez gond. És most jön a doki. Ah. Na elvisznek. Most, most ez komoly. Viszik is oda a kis Lajost. Ha már másodjára bassz meg. Locsi. Na, te vasz, te show. Na, mi a faszom? Na, te vasz, hát baszki, hova tűz Stevie? Stevie? Hát azt mondta, hogy ingatlanokat intézit. Vágod, lehet, hogy ez a JJ is azt csinálja, és akkor meg baj, meg kettő nem rablunk polcot, mert itt vannak a serifek, hogyha nem mondtam ki. Persze. Lehet 10 év, vágod. Lehet holnap kéne, vágod. Ja, szerintem is. Ja, holnap, és pillacukornak írok, hogy lépünk, de nehogy elfelejtsen. Persze, így jár neki, szívecske, minden legyen, tudom. Nem értem. Azért persze. Nem vagytok az IC csapatban, nem kollektívan 15-en, mert a barátodnak... Jajjaj, csúnya hangok! Aha. Nem, arról, hogy a többiek nem nincsenek arról, nem tehetek, nem tudom. Hello, Pile! Hello! Lajos vagyok, csak azt szeretném mondani, hogy lelépünk, mert vágod Stevie-t ki akarják lakoltatni, és megverjük a főbérlőt. De holnap akkor mehet egy boltrablás. Én nem hallom. Ez ugye nem Stevie kocsia volt. Most hallasz? Én hallok. Na várja, mondom, Stevie-t kilakoltatják a főbérlők, úgyhogy most megyünk megverni ott mindenkit. De holnap kirablunk egy boltot. Ja, vágod? Igen, majd találkozunk, hello!